Show. Megállapították, hogy ha vörös a szemed az úszás után, az bizony nem jelent jót. Mert... én keveset aludtam, nekem csak azért, csak mondom. Ha az ember szeme vörös úszás után, mire gondolt mindez idáig? Hát az, hogy az úszodát klórozzák. Igen. Ugye azzal takarítják, és akkor ha te, még ha nem is teszed bele a fejed, kicsit odafröccsen, vagy meg a kezeddel megsimogatod a szemedet, lehúzod a vizet, kész, ennyi. Igen. Elég. Hogy, hogy a rohadékok túlklórozták a medencét, hogy miért kell ennyi klórt tenni bele, hogy mi van a gyerek, belemegy, beszívja a bőre, egyáltalán csípi a szemedet, egy baromi kellemetlen dolog. Szemcseppezned kell, napokig nem múlik el, utálod, hogy viszket a szemed, és úgy nézel ki, mint egy vámpír. És nem klór. Na, most megállapították, illetve elmondták, hogy, hogy ez nem a klórtól van, az Amerikai Járványkezelési és Megelőzési Központ, ugyanis elmondta, hogy teljesen egyértelmű, hogy nem a klór miatt van a vörös szem. Hanem a víz miatt. Ennél valami sokkal szörnyűbb és undorítóbb dolog miatt vörösödik a szemed. Ugyanis a vizelet, az izzadság és a hámsejtek, valamint a piszok együttesének kevésbé gusztusos elegyétől vörösödik a te szemed a medencében. És az a lényeg, hogy valójában van klór a medencében, de a klór az reakcióba lép az emberi vizelettel. Plusz hámszövettel, plusz izzadsággal. Plusz izzadsággal, plusz hámszövettel, és a klóros vizeletes elegy okozza, hogy bevörösödik a szemed úszás után, vagyis minél több pisi van a medencében, annál jobban vörös a te szemed. Micsoda eszencia. Mindenki gondolja, hogy hol úszott, mostanában melyik úszodában volt, vörös volt-e a szemed, mert nem a klór telt róla. Ha kevés a vizelet, akkor kevésbé vörös a szemed. Ha nagyon viszket, nagyon dörzsölöd, és bebörösödik, azt telepisírték. Akkor abba a medencébe bizony sokan belepipírnek. Férfi társadalom, várjátok meg, amíg kijönnek a lányok a partra, ne menjetek le, ne csekkoljátok a vízzel a lábtempókat, vagy pedig csak búvárszemüvegben. Jobban is látszunk. Extrém esetben orfolyást, köhögési ingert is kiválthat a strandok vize, vagyis onnan tudod, hogy mennyi pisültek bele, hogy mennyire piros a szemed, ha erre érzékeny vagy. Én nem szedtem össze soha ilyen medencés fertőzést egyébként, de emberiség ellen követtem már el hasonló bűnt egyébként. Te is? Na. Ha ki nem? Ja, egy csomó ember szerintem nem. Igen? Tehát vannak tisztességesek, akik kimenne. Én se tartozom közéjük, de szerintem vannak. Az élővíz más. Persze. Az élővíz más. Akkor ezért van az, hogy most már siklók nagy ívben kikerülik azt a részt, nem ahogy kikerülik, kihaltak. Ahol mi fürdőzik. Kihaltak. Hogy miért más? Hát az élő vízbe hát belepisülni nem miért lenne más? Hát már a maga a vízfelülete sokkal nagyobb. Mert nem látszik legfeljebb. Nem! Hát a vízfelületet sokkal nagyobb. Tehát egy 4x4-es medencébe belepisülni az azért aljasság, mert azon a Balaton, mint vízfelület, a kettő vízmennyiségét az nem tud összehasonlítani. Jó, de a velencei tópartján lóknak az azért. Az se kisebb azért, vagy az sem nagyon pici. Plusz ott jobban bontanak szerintem a ilyen organizmusokat, ja, hogy hívják azt. Vigasztal csak ezzel az úszókat. De mi élővízben nem lehet belepisilni? Hát nem mondjátok, hogy nem lehet belepisilni. Hát simán a Balatonban vagyok, vagy a Velencei tóban vagyok, és baromira beúsztunk, vagy nem tudom, hajón, vagy nem tudom, vízibiciklin, vagy bármi. Hát... mondjuk a vízibicikliről zsivány fölállsz, és... ja, de igen! Hello, hello! Azt, hogy nem, igen, beugrom, és belepisilek a Balatonba. Tehát, hogy nem megyek ki azért, és vágom át magam a fürdőzőkön, hogy most keresek egy budit. Korrektebb szerintem az élővízbe pisilés, mint a medencében. Sokkal korrektebb, úgy érzed. Egyenesebb dolog, nem? Igen, nagyobb a felület, nagyobb a víztömeg, és mondom, jobban bontja szerintem a pisit és a hámsejteket is. Na, pápa, milyen meleg körülötted itt a víz, nem is menjünk inkább saját érdeked anyádhoz. De tényleg ezért van, egyrészt nem klórozzánk ezeket a vizeket, kettő a Balaton, a Velencétóban sose vörös a szemed. Ugye? Tehát nyilván nincs bent semmilyen kémiai anyag, nem klórozzák, tehát ez csak a medencében fordul elő. Te mindig becsületes, mondjuk te nem vagy nagy vízpartos, tehát utoljára te akkor voltál vízparton, amikor valami várat elöntött a víz, nem? Tehát ez a kifekszem. Természetesen, csak a vízes árt szoktam látogatni. De nem mentek, de nem biztos, hogy a strandra például. Nem, én nem szeretek. Óckodsz minden ilyentől. Ahol... a vízi sportokat nagyon szeretem, ezeken belül is azokat, melyekhez kell például egy kajak, vagy egy kenu, de az úszás az nem az én műfajom. Nem is nagyon pisülsz bele? Ergo vagy? Én mindig a kajakot brúnyálok vele. Jézusom, az enyémbe is ültél két éve. Igen. Szóval, hogy te nem mész. Te? Hogy állsz ezzel? Én nem megyek ki, hát most a Velencei tóból, hát hova. Amikor így egy kicsit dermedten látod, hogy megállnak a népek, akkor tudod, hogy az van, hogy apuka nem fázik, tehát nem azért áll derékig a vízbe, mert neki nehezebb bemenni, hanem akkor van az a szakasz. Te akkor kell valami terelő, tudod? Valami, hogy hívják, hogy a hangosulat a szólsz, ellenköz irányba mutat, stb. Kikiabálsz a partra. Nekem két fahéjas, egy kakaós? Nem, csak egy. Igen?
Két ízes, egy túrós. Én így nem jó? Tudok például az pisilni, ízes, de hogy jó. Közben kiordítok, hogy igen. Ízes palacsinta. Nem, a pisilésnek megvannak a maga technikái, nem? Úszás közben tudtok-e? Úszás közben, medencében, nyílt, attól függ, hol vagy. Na, medence... Folyamatos mozgás. Folyamatos. Hát a medencénél ugye sosem maradj egy helyben. De nem, már meg kell állnod, hát nem de hogy kell. Hát az a nem jó, ha megállsz. Hát akkor vagy jó, ha folyamatos mozgásban vagy. Hát nekem úgy nem jön. Nem jön? Nekem nem. Meg kell állnom. Meg kell állnom, jön a gyerek. Hogy a egy apadon, idegen gyerek. Nem, a lehetőleg nem. És idegen. A másik van, idegen gyerek érjél engedve. Idegen gyerek, és akkor az van, hogy na, akkor most dobáljuk a gyereket, akkor eldobod, és így megállsz, nézed, gondos apa képét veszed magadra, nézed, hogy hova esik a srác, és kijön a vízből. Tehát gyanútlanul a dobás közben kezdesz el pisilni, hogy azt mondják, nézni a jó apuka, dobálja a gyereket közben, senki nem sét éppen belebrúnyálsz a velencét. Pontosan. Ja, az igazi gyerek jön? Azt hittem, hogy ez nálad egy slang, hogy jön a gyerek. Jön a gyerek, jön a gyerek, most jön a gyerek, most jön a gyerek. És felúszott a víz felszínére a gyerek. Nem. Hogyha a gyerek, így a gyerekkel vagy, de kell, nekem kell az a nyugalmi állapot. Tehát az, amit te mondasz, hogy úszás közben, vagy hogy folyamatos mozgásban van, ő nem indul el. Meg hát, hogy a rosszalott tekintetek, aztán már tudsz menni. Rosszalott tekintetek vesznek körül néhány másodpercen belül, akkor legfeljebb azt tudod mondani, hogy soma. Kicsi. Igen, hányszor megbeszéltük, jó, hogy nem pisilünk a vízbe. A gyereknek elnézik. De tényleg, a gyerekkel mi van? Mert tőlem a Benni mindig megkérdezi. Lehet, nem lehet? És akkor döntés helyzet elé állít állandóan. Ha tehát, vannak hogy... a parton, akkor nem lehet. Akkor menjék ki a nádashoz. Hogy ne lehetne? Uh-huh. Most azt mondod a többiek előtt, hogy Benni... Nem, nálunk az a rendszer, oda jön, és a fülembe súgja, hogy apuci pisilni kell. Aha. És te visszasúgod, hogy engedd el. Csak mondom, hogy oké, na, akkor pisíj bele. Nyugodtan, persze. De ő mindig választás elé állít. Tehát ugye jön az inger, de hát nyilván tehát a reflexek működnek, és ő medencében, úszodában, jacuzziban, bárhol nyílt vízben, ő mindig megkérdezi. És én mindig körbenézek, és aztán döntök, hogy de lehet... ha sokan vannak, akkor azt mondod, hogy nem. Ne, ha sokan vannak, mondom azt, hogy na most, Benni. Hagyjál neki, hajrá! Szóval, hogy a gyerek ugye az nevelés kérdése. Na, de hát pont ezért, ha most elkezded, és mondod mindig a gyereknek, hogy menjél ki, és pisilj ott, akkor meg fogja szokni, mert... később felnőttként nem fog vörös szemeket okozni. De miért ne pisilhetne bele a Balatonba, vagy a Velencei tóba? Hát figyelj, az én már engedtem, hogy medencébe is belepisiljon. Tehát nekem ezzel nem volt bajom, de mindig megkérdez. Jobb, hogyha megengedett, hogy a Balatonba pisiljen bele, mint hogyha mondjuk nem engeded meg, és akkor majd és akkor félreveszi a feleséget, nem biztos, hogy ez a Vikire igaz, de azért számtalanszor láttuk már, amikor ugye a kisfiút arrébb viszi a gondos anyuka, és kb. 5 méter a lángosozó, palacsintázó a strandozóktól, ott pisilteti meg a homokozónak a sarkában, hogy na azért mégse a vízbe. Amikor fürdöm a Balatonba és elúszik mellettem valami sokkal durvább, azon gondolkozom, hogy na azt hogy. Tehát ahhoz már viszont... Mire gondolsz? Virágos gumiúszó sapkára? Nem. A pisilés elkezőjére. Hogy na, ahhoz viszont pofa kell. Tehát ahhoz azért nagyon bátornak kell lenni. Nem? Hát meg hogy oldod meg? Hát ott úszkálsz, becsobbansz a vízibiciklő és azt mondod, messze a budi, ugye? De. És azért én nem egyszer látok ilyet a Balatonba. Vagy vonzom, vagy hasonló, nem tudom. De hogy nem lehet, hogy... Én azért láttam már nagy csodát a Balatonba, olyat is, amire büszke lettem volna, hogy a kutyafát. De nem lehet, hogy azt a mindenit neki. Összetévesztetted a buzogány fejrészével, ami ott lengedezik a sásban. Nem, én láttam tényleg. Láttam ilyet. Lehet, hogy az nagyon bátor. Lehet, hogy barna kód volt, és azért történt csak a dolog. És mi van akkor, érted, hogyha a hajnalba kimegy egy horgász például a kis ladikjával, és akkor egyszerűen messze volt a part. Hogy beugrasz, tehát körülményesebb levetközni, beugrani, mint hogy egyébként kievezni. Tehát az jóval körülményesebb szerintem. De ott a fürdőzők között, amikor elúszik egy ilyen, az szerintem egy picit bátor, nem? De kiugolsz a csónak szélére? A másik, hogy ott bemászol? Hát, nem, a csónakban nem szabad. Tehát, hogy a csónakban felállni nem szabad. Én egyszer ezt próbáltam egy vizitúra során. Egyrészt pont azt a pillanatot még elkapták, amikor még álltam, és könnyítettem magam, a következő pillanatban pedig már benn voltam a vízben, tehát nem lehet. Az egy külön gyakorlat, úgy állva maradni. Hát, hogyha meg a nagy dologról van szó, akkor meg aztán. Az kérdéses, igen. Na nézzük, hogy milyen hétköznapi bűnöket követnek el mi hallgatóink. Jó, egy kicsit tágítsuk ezt a dolgot. Nem csak arról akarunk beszélni, hogy kinek a gyereke pisül bele a medencébe, vagy ki engedi. Vagy felnőtt létére ki az, aki odaúszik idősebb termálfürdőzők mellé, és egy nagyon perverz mosollyal úgy pisül bele a termálmedencébe, hogy öröm lenne nézni. Bár ilyeneket is írjatok nyugodtan. De mégis nézzük meg, rengeteg hétköznapi bűn van, amit az ember elkövet, és hát ez most vagy meggyunja otthon, vagy elmormol egy halkimát, vagy nem. Minden esetre ezeket néha jó elkövetni. Értem ez alatt azt, hogy mit tudom én, pirosban te átmész gyalogosként, ugye erről már sokat beszéltünk, vagy megállsz mondjuk egy olyan
helyen, ahol nem szabadna, beleszel a boltokon, a kiflicsicsköt lezabálod, nem tolod vissza a bevásárló kocsit, mert te inkább ott hagyod azt a rohadt 100 forintot, és azt mondod, hogy nem, te egyszerűen képtelen vagy visszavinni, tudod, hogy azt elköveted vele, tudod, hogy bunkóság, de nem, egyszerűen nincs erőd visszavinni. Hazaviszed a szállodából a törölközőt, kicseréled a minibárban az őszilevet, ugye? Mindenkinek vannak hétköznapi bűnei. Tehát kinek milyen apróságok vannak, amiket nem lehet a komoly bűn kategóriájába besorolni, viszont hétköznapi apró kicsi bűnnek számít. Bár mondjuk a szállodából a törölköző ellopás, pont 3 napja csináltam, amikor azértünk. Külföldi szállodában hát, nagyon felújítottuk a törölközőkészletet. Gyerekek, hát muszáj. Mégis csak 300 forint egy flottír törölköző. Igen, télen, amikor azt előveszed, eszedbe üt a nyár. Há, ugye? De jó volt itt. Csak nekünk volt nehezebb a visszafelé bőrönnünk, mint az odafele, mert tele voltunk törölközővel. Én szállodából igen. Én ezt bevállalom. Tehát milyen hétköznapi bűnöket követtek el? Jó, írjátok meg nekünk, nincs olyan hallgató, akinek nincs. Rágógumi asztallap alá. Rágógumi asztallap alá, DVD kölcsönzőben, az erotikus részlegnél hosszabb áldogálás, miközben a feleségetek éppen a halál 50 óráját akarta régen kikölcsönözni. Mm-hmm. Milyen kicsi, apró hétköznapi bűnöket követünk el? Fura ízlés, de szimpatikus. Szerintem jó, hogy te a pornó részleget nézed, miközben a feleséged éppen egy teli szavalasz filmet akar kikölcsönözni. Kinek milyen... Hát mind a ketten a kopaszra buktak. Igen, mind a kettő a kopaszra, igen. Kinek milyen bűnei vannak? Milyen bűnök vannak még? Nekem most így hirtelen ezek jutottak eszembe. Ezek a legsztereotípabb bűnök, ugye? A bevásárlókocsi, a törölköző lopás, a boltok polcain való belevés, medencébe pisilés például. Hát puki a lisztben, másra fogni. Aha. Az keményebb. Igen. Hát ha valaki, mert ez minimum 3-an kell. Igen, azért ha egyetlen vagy, akkor tehát, hogyha valaki beszél, és akkor, de uram, de hölgyem, azért az elég átlátszó. Hát, egyébként annak is van íze, ha egyedül vagy. És kiszállsz a 6-on is, vagy az 5-en is, pont tudod, hogy 4-en szállnak be. Tudod, szkúzi, kiszállsz, kilépsz. És nem én voltam elő, én már így szálltam be. Nem, ha jó fej vagy, nem mondd semmit. Ha igazán bevállalós vagy, akkor úgy lépsz ki a liftből, hogy 4-en szállnak be, és semmit nem mondasz. Kilépsz, elmész, és egy halk mosolyt el, elnyomsz magadban, és kész. Ha ott már elmondod, hogy szkúzi, meg nem én voltam, ott ki kell szállni. Ott se. Gyere, benéztétek. Sajnos. Ez a nagy igazság. Jó? Tehát várjuk akkor tényleg, mindenki gondolját. Ne legyetek szentek. Ne játsszátok el, hogy nektek semmi nincs, mert itt mi most egy csomót bevallottunk. Tényleg. Én lopok, medencébe pisilek, és a gyereket tucítom arra, hogy a termába pisiljel öreg néniket. Kiflit eszel? Na, de ti meg szentek vagytok megint. Tessék mondani, ki mit csinál? Nem tehetünk róla. Nem pisiltek medencében, nem loptok törölközőt, nem visszaviszitek a kocsit, kiveszitek a 100 forintot, amit bedobtatok. Hát most én 4-et magamra vállaltam. Megint két szamaritánussal ülök itt, megnemülök már komolyan. Ennyire jó vagyunk. Két ilyen szamaritánus itt ül, és jól néz rám megvetően, hogy belepisílsz a medencébe. Néha nem csak kezet mosok a csapban. A miénkben? Néha is. Na, tudtam én. De már fölkucorodsz. Mi? Fölkucorodsz erre a kézi csapra, azért áll a víz megint, mi? Ma reggel is de volt. De csapkodod befelé nem, hátra. Csak mosok. De mit? Ja, kis Jancsit? Persze. Vagy. Kis Jancsi, hát azért. Jó, a marsal botot. Fölér az odáig. De várját, ez egy nyilvános budjet, hogy jönnek be, ezt tudod bezárni. Hát dehogy nem, de van rajta kis régi. Ja, a férfi WC. Persze. És megmosod a makkot? Hát meg. De miért? Hát azért, mert hogyha nem. Miután megtudom, néha ráragad a WC-papír, és nem tudom lesz-e. Na, akivel ez én még nem fordult nem mosok kezet. Férfiként az hazudik. Én abba többet nem mosok kezet. Figyelj, bocs, de én az utolsó néhány csöpet nem a gatyámba szoktam ereszteni, én hanem letörlöm egy papírral. Sokszor használom ezt. De valamikor feltapad ez a rohadt papír, mert olyan minőség. És akkor lemosod. Hát mi, mit csináljak vele? Törögd egy másik papírra. Ledörgöljem róla, hogy hívják a bőrradírra. De mi? Nem szárad rá egy perc alatt? Hát azért még csak az levehető. És abban mosdóban... Jó, majd legközelebb szólok. Én a puha kis kezeimet én kis mosom. Én egyszer így feléhajoltam arcok mosni. Jézusom! Soha többet nem megyek be abba a bugyú. Én abból abba a csapból néha iszom. Igen? Igen. Előbb kellett volna szólnom, bocs. Volt más is. Atya Isten. Na jó, hát ilyen bűnökre gondolunk, jó? Ki mit csinál a munkahelyen? Tessék, kihasználni a lehetőséget. Egy bűn meggyonása, egyel több szebb év a mennyországban, jó? Erre gondoljatok, ha nem gyontok, akkor viszont plusz 30 év a pokolban. Plusz 30 évet kaptok a pokolban.
3:49 lesz pontosan. 2 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és a hetes komolyabb témánk után egy kicsit vidámabb témával folytatjuk. Ugye kiderült, hogy hát miért vörös a szemünk úszás után, megállapították, hogy bizony tévhit, hogy a klortól, mert hogy a klór reakcióba lép a vízben található egyéb dolgokkal, mint vizelet, izzadság, hámsejtek. És hát minél vörösebb a szemed az úszás után, annál jobban el kell azon gondolkodnod, hogy az a medence, ahol úszol, az bizony nem teljesen tiszta, mert az ember ugyan, hát vörös szemmel jön ki, azt mondja, viszket, de jó, de legalább van klór a medencében, viszont van klór, de sok a pisi benne. Minél vörösebb, annál rosszabb a medence állapota. Azért ezt nem árt tudni. Amerikai kutatót állapították meg, mert hogy a klór reakcióba lép a vízben található egyéb dolgokkal. Akkor ezek szerint nem igaz az a teória, hogy a medencékben van olyan anyag, ami kékre színeződik. Az kamu, az kamu, persze. Azt nem... Én már akkor mindenhol kék lennék. Igen, hát nem úgy a medence víze. Ő maga egy avatár lenne. Gyerekek, messze is van a WC. Fázol is, a melegben is ülsz. De ne hoznád magadon ezt az Adria feelinget. Legyünk őszintén. Nincs kiesebb érzés, mint belepisülni egy medencébe, ahol még négyen üldögélnek mellettig is. Pancsoljunk. Te állsz ott egyedül. És nem legalább jobban keveredik. Köszönöm, de jó, mint egy ilyen nagy felhőbe belepisülni. Higgyetek el. Jó az. Arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk hétköznapi bűnöket, mert hogy mindenki követ el, és próbáltuk őket, vagy próbáltuk meneteket úgy helyzetbe hozni, hogy mi is bevallottunk néhányat. Nyáros elmondta, hogy szörnyű dolgokat művel a Klassz FM férfi mosdójával. Feldolgozhatatlan. Tulajdonképpen én lakatot is tettem erre virtuálisan, soha többet ahhoz a mosdóhoz nem megyek. János elmondta, hogy néha a kis marsalbotját azért ő ott egy picit beáztatja, mert hogy ugye rá ragadnak a WC papír darabok, és megállapítottuk, hogy mindenkinek van hétköznapi bűne. Ki a bevásárlókocsit nem viszi vissza, ki beleeszik a munkahelyen a kollégája ételébe, ki egy kicsit a zöldséges pultot dézsmálja, ki fölemeli a zöldséget és kevesebbet mér a mérlegen, ki mit gondolatban ezerszer megölte már az anyósát úgy, hogy az anyós... nem tudom, milyen kereszt halált halt már minden nap százszor. Hétköznapi bűnökről faggattuk hallgatóinkat, és hát jönnek jó SMS-ek, hogy ki milyen hétköznapi bűnt követ el. Most voltunk Horvátországban, ahol a szemünk előtt kakilt bele egy 4-5 éves kislány a tengerbe séta közben. Az anyja leöblítette, nevetve vízzel. Egy óráig nem mentünk be. Na most kakilnia kellett a gyereknek. Na, mit hát csinálsz vele? És messze volt a WC. Nagyon nem tudsz mit csinálni. Igen. Tengerpart. Nem volt. Na, de hogy milyen hétköznapi bűnöket követnek még hallgatóink. All you can eat kínai étteremen elspájzolom kicsit a tavaszi tekercset. Később is ehessek belőle. Tehát el is viszed? Persze. Új, de szép. Nincs prostobb dolog annál. Talán a medencébe pisilés, amikor egy svéd asztalról te csomagolsz és hazaviszed. Gyönyörű. Néha a rossz kedvem van, belehajtok a busz megálló melletti pocsolyába. Ez zsivány, ez Laci tetszik. Küldte, aljas, zsivány, de az, hogy bevallod, az bátor. Tudom utálni azokat, akik ezt megteszik, de most ugye nem ítélkezünk, csak arra kértük hallgatóinkat, hogy gyónjanak nekünk. Utálom, amikor a boltban a szatyorért fizetni kell, a kasszasorról leveszem a szatyrokat, összemorzsolom a kezemben, és már is otthonról hoztam. Ja, hogy gyűlöletnek tűnt. Mert én is gyűlölöm, hogy azért pénzt kérnek. Tehát ott hagysz valahol, ezt meséltem nektek, egyszer könyvesbolt, ilyen karácsony előtt mindenkinek könyvet vettem, 25 000 forint volt, és azt mondja a kislány, hogy 200 forint a izé az acskó. Picit bántó. Hát, nem a 200 forint, csak nem azért, csak érted, ott 25 000 kifizetsz. Jó, mondjuk, hogyha az arányokat nézzük, akkor ilyen alapon mondjuk veszel egy új autót egy autószalomba, és akkor még leveszel magadnak még mellé egy motorolajat, ami egyébként önmagában az autóárahoz képest semmi, mert hogy te ott hagytál 9 millió forintot egy autóért, nem? Nem. De. Szerintem meg rohadtul de. Nem. Abszolút nem. Aha. De mi, hogy jön ide az még autó? Ez a 3-4 illatosító, meg ez, hisz annyi pénzt hagytam itt a szalomban. Én nem hiszem, hogy ez plusz dolog lenne, amit el akarnál kérni ha az autóhoz. Ha az a szatyor pénzbe kerül, akkor fizetsz érte rá, Kocsi. Hagyjál már. Kifizettem, nem? Azt csak nem érted, hogy ott hagysz valahol 25 ezer, és akkor 100 forint az acskó. Hagyjál már. Nem? De. De nem, most azt mondtad, hogy nem, most már ne visszakod. 100 forint. Nem a 100 forinton az elv, hogy 25 ezeret ott hagysz valahol. De a számok emberre számoljuk már ki, hogy ez arányaiban mit jelent. Például egy autóvásárlására sok minden belefér. De nem az olajat még egyéb dolgokra használod, a szatyor, hát tényleg hogy viszed el a könyvet? Így viszem el a hónom alatt a könyvet? Hát, de ha egyszer pénzbe kerül. Így viszem el?
Hogy viszed haza egyébként a könyvet? Vettél 10 könyvet a szeretteidnek. Sose vettél 10 könyvet. Mindegy, nem is én voltam. Én nem akarok beleszólni a vitába, de azért sose vettem. Hogy végre ti vitatkoztok, nem velem valaki, csak azért mondom, hogy sose vettél 10 könyvet. Ne heréljed ki a sztorit, egy ismerősöm elment a könyvesboltba, vett 10 könyvet. Érted? És akkor ötöt az egyik hónal alatt... Mert a te barát. Azért mondtam, hogy ismerős. Ötöt az egyik hónal alatt, ötöt a másik hónal alatt viszel. Ügyetlen, ott kell kiolvasni, ahogy én szoktam. Az autóba beülsz. Na a másik, leül és kiolvassa a könyvet. Na az is szép. Ez is fandorom záróra. Beülsz és elhajtasz vele. Oldal. Érted? Ahhoz nem kell zacskó, de tehát ezért nem jó a példa azzal a rohadt motorolajjal. Uh-huh. Egyébként meg járna a plusz olaj, de tök mindegy. Ja, persze. Kétszer-öt könyvvel elindulsz, hogy hogy? Mondjad, Anna. Hát figyelj, csodálkozom, hogy Jani most ezen az oldalon áll, mert nekem puffogott egy olyan, nem tudom, másfél-két évvel ezelőtt, most szembesítettem, egy cukrászdába kifizettették veled a dobozt, egy marha elegáns cukrászdába. Istenem, a doboz! Nem fizettették ki velem. Hanem nem akartak dobozt, nem fizettették ki, azt mondták, hogy egy bizonyos ár alatt nem jár. Na, tessék. Na miért nem jár? Na, de várjatok. A doboz járjon? Na, de várjatok. Mennyi tehát, volt az a négy süti? 1200? Konkrétan, csak mondom, hogy konkrétan nem adtak csomagolást a tortákhoz. Az a doboz, amit ők adtak, az volt a csomagolás. Na. Mi a tenyerembe hozzam el a krémeseket? Én miért én a hónom alatt a könyvet, illetve az ismerősöm? Építsék bele az árba, és akkor nincsen vele semmiféle probléma. Hát 25 000-ben csak benne van a 100 forintos szatyor. Na én igazán, megyek, gondolom. Nem 1200-ért vettem izén négy krémest. Te halljas, te csak jöttél, belugáltad, azt menekültünk. Milyen rohadt vagy. Ugyanaz. Biztos ugyanaz. Micsoda? Hogy lenne már ugyanaz? A négy könyvér, egy szatyör és a nyambat, négy krémes. Nem, én kellett volna, vinnem kellett volna egy exkluzív cukrászdába, vinnem kellett volna magamra egy tálcát, vagy egy dobozt. Nekem mindenkinek a könyvesboltba szatyrot? Igen. De miért? Hát, de miért? Ez ne? Miért? A tiéd miért igen? Azért, mert mondjuk, tehát, hogyha mondjuk a friss levegőn, meg a mitörőjén a porban, meg az utazás közben, meg a szállítás közben a könyv nem sérül. Hát de, és esetben az eső. Figyelj, egy krémes meg attól mi az, legyen. Hogy odaadtak négy krémest így tálcán, hogy elvitt erre, kérted? És nem adtak hozzá semmiféle csomagolást. Hát miért? Egy papírcsomagba berakta? Semmibe nem rakta hogy bele. Hogy mi tálcán és odaadta? És azt mondta, hogy tudna hozzáadni egy dobozt. Azt mondja, az nem jár berakta. Hozzá. Hát nem rakta bele semmibe, a dobozba rakta bele csak. Hát de mit rakja? Nem tetszik tudni becsomagolni? Nem. És akkor mondom, de akkor hogy fogom tudni elvinni? Doboz, de 50 forint. Mondom, de ő nem is 50 volt, hanem valami 150 vagy valami 200, igen. És akkor azt mondja, hogy nem jár hozzá. Mondom, mi az, hogy nem jár hozzá? Hát mondom, itt hagyok 3000 forintot, és tudod, mennyibe kerül 10 könyv? Na, tudod te, mennyibe kerül? Mert én nem tudom. Na. És a kétes könyvek drágábbak? Hát 3000 egy könyv már lassan. Na, az 30 000 a 100 forinthoz, a te nyomorult 1500 forintos krémesedre a 100 forint, olyan volt egyébként, a 100 forintos doboz, az nem jár, az tényleg nem jár árérték arányba. 1500 a krémes, 100 forint a doboz. Jó. 30 000 a könyv, 100 forint az acskó. Döntetlenre hozom a csatát, döntetlenre hozom, jó? Csak hogy még maradjon SMS-re idő. Igazad van, veled vagyok. Hát akkor ne vagy az ismerőseddel, vagy azzal a távoli rokonoddal, aki csak azért, mert jobban szereted a könyveket, mint a krémeseket. Egyenlő a dolog egyébként. Utálom a barátom kőkét, legszívesebben ledarálnám, a fogkefével rendszeresen vakarózok alulról. Ha én csinálom a kajáját, néha beleköpök. Csaba, érte, ez kicsit kemény. Hipermarketben megelem a zöldség zacskóját, mikor a mérlegre helyezem, hogy kevesebbet mérjen. Sinkukucs írta nekünk. Azt mondja, 10 emeletes panel, 3. emeletén lakom, a liftnél mindig felküldöm a 10-re, miután kiszálltam, mert én is állandóan megszívom. Ne, tudtam ezt, én, hogy ez a bűnök ország, a gyerekek, itt mindenki tele van kicsi, apró hétköznapi bűnökkel. Töredelmesen bevallom, tisztelt Morning Bíróság, hogy imádok a nejemmel ruhát vásárolni, legfőképpen a próbafülke környékén. Csabi küldte nekünk. Szexelnek a nejével? Hát, igen? Kis ez az. Én szupermarketekben, amikor vásárolok, rendszeresen lenyúlom az újságokban az ajándékokat. Mini kozmetikai cuccok, minták, CD-k, ékszerek. Otthon igaz, nem használom őket, sokszor az újságba bele se lapozok, csak azt nézem, miben mi van. Nem bírom ott hagyni. Kicsit ciki. Anita küldte nekünk a legalja kilobdosni a nyereményt. Ajándékokat újságokból, de tetszik egyébként. Azt mondja, hogy ma reggel szexeltünk a kolléganőmmel a benti irodai asztalon. Ha tudnák a többiek, mi volt itt reggel. Egészségedre. Azt mondja, hogy én rendszeresen pukizom a bolt sorai között, majd egy sorral arrébb megyek. Sanyika küldte nekünk.
Azt mondja, múlt héten 3 éves kisfiam belekakilt egy népszerű élményfürdő gyerekpancsolójába, arra a napra lezárták, ártatlan pofával elsunyogtunk. Iszonyú ciki volt, tiszta lelki betegek vagyunk azóta. Igen, ott mit csinálsz, meg próbált kézzel összeszedni. Igen. Igen. Aprócska bűn, jobbra kanyarodás a Baross és a Robert Károly körúton, szerintem nem nagy bűn, de azért díjazták 5000 forinttal. Azt mondja, hogy a tetyóba az önkiszolgálónál a pékáró súlyát kell nézni, és a 30 forintos kiflit kell beütni a drágább helyet. Ó, de csúnya ez, de csúnya ez. Takarító cégnél dolgozom, tisztítószer, WC-papír, kéztörlő, minden hónapban viszek egy kicsit haza, így legalább nem nekem kell megvenni. Kaptuk ezt is SMS-ben. Nekem a tetyóban mindig bejátszik egy-egy békőn a sajtos tangli, sétálok 3-4 sort, addig el is fogy. De szép. Hát erről is beszéltünk. WC-papírtekercs, utolsó kockáit nem használom el, így a hengert nem nekem kell eldobni. Írt egy hallgató. De nagyra tipikus. Igen. Telepukizom a liftet, végig nyomkodom az összes emeletet. Roli küldte nekünk. Vízmintázással foglalkozom, a medencé klortartalmát szabályozzák, úgyhogy sajnos a hír tényleg igaz. Jó fürdést mindenkinek! A francba! Ezt pedig Ádám küldte nekünk. Köszönjük szépen! Hát ezek. Ezek a kis hétköznapi bűnök, amit hallgatóink elkövetnek. Beleiszom a tejbe és visszarakom a hűtőbe, jött még ez is SMS-ben. És medencébe pisilés alap, árcipke kicserélése a hiperben alap, 15 zsömle az acskóban, ne csak 10-et fizetek alap, szállodából mini vaj lopás alap, étteremben szintén alap. Egyszer élünk, írja Orsi. Mi most nem ítélkezünk. Nem mondunk ítéletet, nem, de nem. Találkozunk a pokolban. Ott leszünk mi is, ott lesztek ti is. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. Nekünk pedig vendégünk van, mert hogy azt olvastuk, hogy ha a jelenlegi szakmájában, és nyilván feltételes a dolog, természetesen úgy beszélünk erről, esetleg megszűnnének a lehetőségei, akkor valami mással is szívesen foglalkozna. Rékasi Károly, jó reggelt kívánunk! Hello! Jó reggelt mindenkinek! De örülünk, hogy itt vagy! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és így közvetlen közelről hallhattam, hogy mi minden vár a győriekre, de hát nem csak a győriekre, mert ugye oda el is lehet utazni. Mi minden vár az úton lévőkre, hát ez valami sok helyzet, hogy beülünk az autóba, vagy motorra pattanunk, és mint a gyík figyelünk mindenfelé, hogy honnan figyelnek éppen minket. De hát mi vagyunk a hülyék, mert ugye veszünk magunk ellen ilyen csoda trafipaxokat, ami már minden meg, azt is látja, hogy fogat mostan, vagy nem mostan fogat. Tehát én vagyok a hülye, hogy veszek magam ellen ilyen trafipaxot. De veszem, mert ez engem megnyugtat, tehát akkor nincs. Te vetted a trafikat? Nem tudtam, azt hittem közbeszerzés. Igen, és én is fazoníroztam, tehát hogy melyik mit figyeljen. Ezek átlátnak egyébként a karosszérián. Át. Jut eszembe a miniszoknyás lányokról, tehát hiába bújik bárki is autó. Mert mindent látok. De a felhozatal elképesztő, nem? Nem tudom, motorozzol, vagy autóval jársz? Motorral, mert tényleg gyakorlatilag közlekedhetetlen Budapest, és átérni a stúdió meg a színház között esetleg oda-vissza is, tehát reggel van egy felvétel, aztán próbálunk, aztán vissza a stúdióba, tehát ez autóval megoldhatatlan. Így aztán motorral röpködöm. Kis robogó, vagy valami nagyobb? Nagy robogó. Igen, ez egy 600-as Silverwing, és elég na, jó szám. Nem háromkerekű muter moped. Jó, nincs vele semmi baj. Én nekem a gyomrom fordul föl tőle, tehát, de biztos az is jó valamire. Tehát ha valaki abban érzi jól magát, akkor közlekedjen azzal. Hát nyugodtabb, biztonságosabb, de mégis elfér. Ennyi. Tisztább, szárazabb, jobb? Igen. Aha. Én, amit nem értek, amikor ilyen bukócső van a motoron, és egy ilyen félkör van fölötted. Na, azt nem. Tehát, hogyha félsz, akkor menj autóval, ha motorozol, akkor ne félj, de ez a bukócsőves félkör alakú feletted ilyen árbóc, vagy nem is tudom, azt a számomra teljesen elég komolytalan. Az nagyon komolytalan. És mi van, holdalra esel, igen. Tehát, és ott van biztonsági öv azon, azt tudjátok? Viszont nem kell bukót használni benne. Na, akkor ez egy ilyen félig autó, félig na. Motor. Nem kell, abban nem kell bukót abban használni? Abban nem kell bukó, viszont biztonsági öv van benne. Hát nagyon hülyén van. Van öv, de nem kell bukó, de félek, de elütnek, de azért motoroznék, de kicsit már azért egy ilyen kapuzárási jellege van a dolognak, de azért be is bukócsövezem magam, hogy ne legyen nagy baj. Jó, de Balázs a bukóval nem a fejét védi, hanem a haját. Az is igaz, ha motoroznék, de még nem elég nagy a kapuzárás, úgyhogy hát az minden... off-szer ott van rajta, igen. Igen. Na, azt olvastuk, hogy, és meghívásod apropója tulajdonképpen ez is, hogy ha valamilyen úton, módon a színészkedés mondjuk véget érne, mint lehetőség, akkor akár, mint bűvész,
tudnád elképzelni magad a jövőben, és hogy már néhány helyen bemutattál egy-két bűvésztrükköt is. Persze, hát mindenki szeretne egy kicsit egy gyerek maradni, vagy mindenki úgy szépen gondol vissza azokra a pillanatokra, amikor az oviban, a homokozóban valakinek kicsavartuk a kezéből a kislapátot, meg ilyesmi. Tehát egyetlen, hogy játszani. Valószínűleg nem véletlenül sodrottam én erre a területre, hogy színészettel tölthetem a napjaimat. Tehát ezzel az alakformálással és jellemformálással. De persze eszébe jut az embernek, hogy mi van, ha nem? És én imádtam cirkuszba járni, vagy imádtam megnézni akár a televízióban az illúzionistákat. És hát Magyarországon is azért jócskán láthattunk hatalmas nagy alakokat ebből a műfajból. Ott van Danny Blue. És voltak nagy alakok is. És vannak nagy formátumú illúzionisták. És akkor eszembe jutott, hogy igen, mi lenne akkor, ha? Ugye a fuvarozáshoz már nem mehetek vissza, amivel én annak idején kezdtem. A sofőr voltál? Vagy berakodós? Nem, lovaskocsival. Tüzelőcellékot, építőanyagot, meg mindenfélékhez. Rendelhettél volna annak idején tőlünk, de hát nem foglalkoztál velünk. Ezt édesapáddal toltátok, ugye? Igen. Tehát gyakorlatilag nekem a nyári szünet az úgy telt, hogy mindenki, amikor hajrá strand, akkor nekem meg hajrá lovaskocsi. Így van. Viszont ott járhattam el minden fuvarnál a strand mellett, és láttam a haverokat, akik ott nyomulnak, meg csajoznak bent. Ettől én abban a pillanatban nem éreztem magam maradéktalanul jól, de nagyon-nagyon sok dolgot, tehát nagyon sokat profitáltam belőle. Nem gondolom, hogy szegényebb lettem azzal, hogy én azokat az időket nem a strandon töltöttem. No, tehát ehhez de ez mégiscsak meglepő, hogy egyszer csak majd ott állsz egy ilyen kis zakóban, vagy egy smokingban, vagy nem tudom, és majd akkor előhúzol kalapból két nyulat, feldobod a levegőbe, és galamb lesz belőle. Csodálni való. Tehát azért ez így nekem nagyon fura. Hiszen jó néhány példát látni arra, hogy egy stadionnyi ember szurkol azért, hogy megfejtse a titkot, és hogy elrepüljön a galamb, vagy előbújjon a valami csoda. Tehát ők irigylésre méltóak. És persze, hogy kacérkodtam. Ezzel is kíváncsiságból megkerestem tényleg egy csodálatos embert, Ungár Anikót és Holc Gábort, hogy segítsenek nekem ebben a kis kalandozásban. Tényleg csak, hogy kipróbáld magad, hogy egy picit mögélás, hogy megnézd, hogy ez micsoda, hogy mi a másik oldalról. És óriásiak voltak, mert tényleg önzetlenül segítettek benne. Kaptam tőlük ajándékba. Egy Rodolfo dobozt és trükköket, mutatványokat, és valóban időnként van, hogy ezzel. Azt látom, hogy Ungár Anikó első ötlete az volt, hogy az ingeden a felső két gombot mindenképpen gombold majd ki. Nincs gomb rajta, én csak olyan inget vásárolok, amin nincs felső. Na de most ez egy ilyen másik út, tehát hogyha egyszer Barta Zsoltot majd kiírják, vagy megnézted az apróbetűs részt, és láttad, hogy 2015 decemberében ez a szerep lejár, vagy képzelted, miért volt a bűvészkedés? Mert gyerekkori álom, tényleg? De abszolút, igen, hiszen a cirkuszban mindig elámultam ezektől a dolgoktól, hogy a varázsló. A varázsló az minden embert lenyűgöz. Mindenki szeretne egy kicsit varázsolni. Akár, hogy saját magának ne adj Isten javakat teremtsen, vagy egyáltalán, hogy másokat ámulatba ejtsen. Hát, ha nem egy 8-as Damilla emeli a pingponglabdát, igen, mert ugye azért a látunk ilyen trükköket, hogy egy mások a karszárnyút fogják kivelő, meg emelgeti a pingponglabdát. Én utoljára a cirkuszban a gyerekkel ilyet láttam, 5 éves volt, élvezte. Az a fontos, hogy na, így van. Tehát, hogy az is élvezze, aki csinálja, és igen, higgye azt, hogy ez egy nagyon-nagyon klassz dolog. És a te környezetedben is legyen valaki, aki. És akkor megsimogatod a gyerkőcöd buksiát, hogy ugye milyen ügyes, és ugye milyen csuda. Nem ez a fontos. Tudod, mi a fontos? Az a fontos, a fiam, amikor este jó éjszakát kívánunk egymásnak, és azt mondja, hogy papa, ez egy jó nap volt. És szerintem a fiad is azt mondta ezek után, hogy ez egy jó nap volt, vagy ha nem is mondta, legalább így érezte. És ez a fontos dolog, hogy valakinek tudj egy jó napot szerezni. Ha én ezzel a bűvészkedéssel tudok valakinek egy jó napot szerezni, az estéjének egy jó percét szerezni, akkor már klassz. Hány trükk van most a tarsolyodban? Tehát körülbelül hányat tanultál már meg? 10-1 néhány. Uh-huh. Tehát még ebből eltartani nem tudnám. De most megállsz, vagy mész még tovább?
Köszönöm szépen, kirándultam arra a területre, amik vannak, azokat használom, ha úgy hozza az alkalom, a szükség, a helyzet, de nem megyek tovább, mert hát ebben a pillanatban is például a három új bemutató előtt állok a József Attila Színházban, tehát olyan nagyon-nagyon sok. De gyakorolni azért egy picit tudsz, tehát hogy mit tudom, hogy éjszaka elköszönsz, vagy este elköszönsz a fiatalok, hoppácska, itt van valami a füled mögött, akkor... és ezt figyeld, egy sárban a számban, mi a hosszú? Igen, egy bohócórat veszel elő a füled mögül, igen, és felrakod. Apa, most éppen a szövegkönyvet utálom rettenetesen, tegnap kezdtem el tanulni az Otellót, abból Jágót játszom majd el, és 103 oldal, és katasztrófa, és borzasztó, tehát semmi bohócór nincs, hanem szövegkönyv. És ne felejtjük el, hogy jön az új Mission Impossible is, remélem te vagy. Nem lehet más. Nem, sajnos nem én. Ezt most nem mondod komolyan. Nem. Csak a hangja vagyok. Ja, jó. Hát nekem már nem létezik nélküle. Tehát, hogy én még amikor a Kautsky szinkronizálta, azt is nagyon szerettem, mint Tom Cruise, de most már azért az utóbbi években nem tudom mással elképzelni. Ethan Huntot, hogy... Egy tragédia lenne egyébként, de most komolyan mondom. Tehát, hogy a borzalmas érzés, amikor lecserélik a kedvenc szín hangjaidat, amiket hozzákötsz egy-egy színészet. Természetesen, mert hozzánő, mert azzal a hanggal szoktad meg. Most képzeld el, Balást megszólalna a Feri hangján holnaptól. Hát Téboly ül neki a tekintetet. Nem értem. Hogy a rádióban még tudnánk cserélni, mert nem tűnne föl, csak a mondandó lenne fura, nem hogy más mondom, módon. Hogy Jani itt ül veletek szemben, és holnaptól egymás hangján szól. Vágy, piros hangján beszélne a Jani. Na, az is. Szeretnétek. Néznénk egymásra. Kikivel van? Csak egy kicsit spoilerezünk. Jó a film, belenéztél, szinkronizáltad, én tuti, én nagy Mission Impossible rajongó vagyok. Láttál már valamit? Két kockát rászinkronizáltál. Hiszen az előzetesek már futnak a moziban, ahhoz már fölvettük a magyar hangokat. Hát megint az, amiről beszéltem az elején, hogy varázslat, hogy újból gyereknek érezheted magad. Igen, ha beülsz a moziba, akkor, és hagyod magad elvarázsolni, akkor ez visz magával végig egész mozi idő alatt, ez egészen én bírom. Én nem szeretem az akciófilmeket, de Tomnak ezt is megbocsátom. Ezt a műhely, a Mission Impossible. És nagyon jó benne. Figyelj, szerintem nagyon-nagyon hiteles benne. Tehát, hogy a bűvész hitelese a másik oldalon. Na, ez tehát meg ő nem a 8 mm-es damilos húzogatós mutogató. Na, nézzünk egy-két trükköt, mit hoztál nekünk? Elő a galambot, a nyulat és a cilindert a gatyát. Egy igazán szép klassz dolgot hoztam, de ahhoz ki kellene választanom, hogy melyik őtök lenne az alkalmas. Igen, de nem biztos, hogy ő azt, tehát legalább kettőtök segítségét kérném. Mi ketten? Igen, legyetek szívesek. Üljünk, vagy menjünk ahhoz oda? Álljatok fel. Jó, mondom, mi szeretnénk. Én abszolút szépen közvetítem, igen. Egy mondjuk alapból megláttam két kígyóborkát. Két cukkini van nála. Két brutál cukkini van a karcsinál. Igen. Engedd meg. Jaj, ne csak azért kértelek le elé. Na, nagyon jó. Karcsi, megtisztelsz. Letérdelt Jani elé, és olyan, mint amikor a Szabó megnézi, hogy mekkora a derékbőséged, Janira felköt egy madzagot. Kicsit köldök alatt, felkerült Janira egy madzag. Ha másikat rám akarod kötni, akkor rövid a madzag. Picit előrevetítve egyébként a jövőt, a bokám magasságában lóg egy cukkini. De van egy nadrág szíjat. Jó, ide jó. Ferire is rákerül egyébként egy madzag. A madzag végén mi van? Ez egy irgalmatlan póréhagyma az enyém. Hát nyilván méret a lényeg. Kettő darab póréhagyma felkerült a fiúkra. Csak azért van erre szükség, hogy ki tudjam választani az igazán megfelelő segítséget, mert nem lesz veszélytelen a dolog. Itt már egyébként a műértő közönség kuncogna. Okay. Legyetek szívesek. Itt már a műértő közönség Dynamo-ért kiállt. Jó, köszönöm szépen. Itt a két célszemély. Igen. Jó, Karcsi nagyon dolgozik lelkesen. Ez jó. Nem viszont. Várjál. Várj, csak mondjuk, hogy mi történik. Kettő darab, mi ez? Egy cukkini és egy póriagyma lóg a fiúkról madzagon a két lábuk között, és egy-egy gyufás katuja van Feri és Jani széttett lába között. A srácok egy irányba néznek arccal, széttett lába terpezben. Balázs, kérlek, hogy számolj, és háromra egy lendítéssel ki, aki a maga kis... katuláját előbbre tudja lendíteni, így kéne kiválasztani a megfelelő segítséget. Ja, értem, hogy ez még egy teszt, hogy aki a madzaggal feldönti a gyufásdobozt. Tényleg komoly, és hát lehet, hogy nem kis veszteségekkel jár majd ez a mutatvány, és hogy ne mondhassák azt, hogy én választottam ki, hogy én bögtem rá valamelyikükre is, hanem ők maguk választanak. Értem, tehát ez még csak a casting, jó. Tehát akkor három égés egy lendítésre a katulát ki mennyire. 3-2-1 és tessék.
János! Felborult a gyufásdobot. Te viszont helyben maradtál. Felpofosztott. Az hátra fel, nagyon-nagyon csúnya. De akkor te legyél inkább, jó? Mert ennyire durván. Igen. Köszönöm szépen a segítséget. Tehát én nyertem, mert én voltam a béna. Igen, te mászol majd be a dobozba, amit ketté fűrészelnek. De örülök. Egyébként csak mondom, Karcsi, hogy így mi is így hétköznapokban szimplán hülyét tudunk csinálni másikból, tehát ezért nem kellett figyelj, elmentél, castingoltak, de nem te nyertél. Illetve okay. Te borítottad no. A fásdoboz, de nem te nyertél. Leleplezzük ezt a kis műalkotást, ezt a kis műremeket. Első látásra szerintetek ez úgy micsoda? Ez egy guillotine-hoz hasonlító kis szerkezet, ugye? Nagyon-nagyon csúnyán lekicsiszted ezt, de most hogy motorral jöttem, mert nem tudtam volna egy igazi egész guillotine-nal hozni. Ez egy motorral szállítható kis guillotine. Ez egy motorral szállítható kis guillotine, valóban így van. És te már csúnyán rápróbáltad, hiszen ez kettő lyukból áll, valóban így van. Ne húzzuk és halasszuk. Van egy kisebb lyuk és egy nagyobb lyuk, igen. Én a nagyobbat néztem. Igen. Hát először szeretném igen? megmutatni azt, hogy ez egy frankon tényleg működő guillotine, bár játékszernek tűnik, és hát tudjuk, hogy ennek az eredetiét mire is használták. Feri, te vagy a kiválasztott, légy szíves, vegyél elő egy sárgarépát, és azzal meg tudnánk mutatni, hogy nem Anna, mondod, az első segélydoboz, készíts már elő, léci. Nem mondod, hogy eljöttél dolgozni. Igen, eljöttem sárgarépa nélkül. Nincs nálam sárgarépa. Jó, tegyük be akkor a cukkinit vagy a hagymát. Valami igen. Szerencse, hogy van nálad egy sárgarépa. Mi ez, hogy van a művész úrnál? Milyen kitalált produkció? Oké, rendben, a kutyafáj. Ez már meg is marad a helyén. Viszont van egy alsóbb lyuk, és oda mégiscsak ne azt, amit te oda próbáltál, oda tegyünk be egy sárgarépát. Betettük a sárgarépát és a guillotine-bat, haladjunk Feri, haladjunk. Ne ide oda pakolgasd, ez nem az a játék, igen? Kedves Feri. Ez... Nagyon nagy szerencse, hogy a nagyapám azt mondta, hogy kisfiam, ha mész valahová, mindig legyen nálad legalább két sárgarépa, meg egy fogkefe, mert az ember nem tudja, mikor fog kefélni. Tehát van nálam egy van nálad még egy sárgarépa, igen, okay, betettük a guillotine két kis lyukacskájába. Fog meg, légy szíves, azon a másik oldalon, okay, és háromra sújtsunk le. Ez, tényleg csak azt mutatom meg, hogy ez valóban bár játékszernek tűnik. Alig merek oda nézni, apácska, és elvágta a rébát. Ez elvágta? Elvágta. Kérem, nézze meg, elvágta? Igen, elvágta. A rádióhallgatók nem látják, de... Levágta a répát. Aha, lebizony. Le. Ferinek kettő, azaz kettő darab keze van. Ugye? És téged így ismernek, így szeretnek. Igen, és én magam is így szeretem abban magam. Abban az esetben, ha, mert eszembe jutott most valami, ahogy ügyesen csaptál itt le, eszembe jutott valami, ha esetleg egy kézzel rádiózni, akkor is. Lehet, persze, meg elköntjük a sebet, meg kap te tanúszta, levágod a bal kezét, igen, megoldjuk, igen, fel vagyunk készülés. Egyre izgatottabb a közönség a zalakarosi gyógyszállóban. Nem izgatottak. Most vágja le a kezem. Én nagyon izgulok, nehogy baj legyen. Ja, Istenem, ja, kicsit behagytál beljebb, mert hol van Dynamo? Mert azt mondják, hogy csontfájdalom a legerősebb. Igen, igen. Tehát, annyira bírnám, ha elszólást ér. Van itt egy ponyva nálatok? Ponyva? Ponyva. Ponyva. Az nincs. Aha. Igen, mert ha ömlik a vér, mert az, hogy akkor ne csapódjon ide föl a pultra. Hogy csapódjon, nem igen, érdekes. Ha elvágjuk az ütőjelet. Mi takarít, nem magozzuk az izgalmakat tovább, már így is nehezen bírom. Meg kell néznünk, itt az alsójuk még üresen maradt. Feri ebben a helyzetben nem tudja berakni, de azért menne az. Elér az odáig. Baromi nagy szerencse, hogy van nálam. Mondjad, Balázs, hogy mi történik, én nem merek oda nézni. Jaj, csak nem baj legyen. Szóljatok az orvosnak. Igen. Nehogy kizúzd már, ne már! Igérjétek meg, hogy szeretni fogjátok Ferit ezen túl nagyon. Is félkézzel. Tényleg ne tegyük oda, mert kiveszi az acélnak az élét, hogyha a csontot vágjuk. Hát akkor háromra. Egy és kettő és három. Bakker! És megmaradt a keze! Feri! És tényleg nagyon, nagyon nagy király vagy. Köszönöm. Szóval, tehát hasonló trükkökkel, dolgokkal szórakoztatjuk a... Jó. Ez azért még nem egy önálló est, nyugtass meg, tehát hogy azért ebben még azért teszünk majd bele valamit. A videóra mindenképpen tegyük fel, Laci, hogy ezt otthon senki ne próbálja ki, mert a szereplők a videó felvételen kaszkadőr. Igen, don't try this at home. Így van, ukrán szóval, tehetségkutató, mert hogy ott valaki tényleg fejbe lőttek. Tehát hasonló önmagamat is szórakoztató dolgokat tanultam meg. És az ungár művésznő mennyi, 15 plusz áfáért, vagy mennyire adta hozzá ezt? Igen, hallottak. Hát ha fizetett volna ért, akkor jobb trükköt hoz. Nem szeretném bántani. Menjünk ki a garázsba, megnézem, hogy mi van ott valóta. Egyiküket sem, hiszen tényleg csodálatosak voltak. Már csak azért is, hogy idejüket áldozták arra, hogy idejön egy flúgos ember, aki azt mondja, hogy tanulni szeretnék. Hát biztosan vannak oda mentél, iskolák, vagy oda jártál hetekig. Akkor teljesen normális, hogy fizes be egy ilyen isibe. Megnéztünk több videót. Nem csak azt tanított
tudták ők meg, hogy, hogy mi az technikailag lezúzni egy, egy ilyen dolgot. Mindig az a fontos, hogy mivel épített köré, mivel teszed sajátoddá, mivel teszed olyanná az adott trükköt, ami az egy rád jellemző. Mert hiszen akkor tudod azt leginkább eladni. És te a póréval teszed meg a cukkinivel? Vagy mi a saját benne? Nem, ez a póré meg a cukkini, ez más. Ez látványelem. Mert például én vőfélyeskedem, és ott is ezzel el szoktuk szórakoztatni a násznépet az ilyen. Mi a helyzet a kertel, Karcsi? Mi a virágokkal? Rendben van-e? Elrabolták-e újra? Eltüntette-e újra? Egy hallgatók érdeklődnek, hogy erről is beszéljünk egy mondatot. Mi van a muskátlikkal? Topzódik a virágos kertünk. Ez nem jelenti azt, hogy lehet jönni és legelni, hanem ez, azt jelenti, hogy mi nagyon-nagyon szeretjük. Tényleg, viszont tényleg jó dolog. A cukinitek, illetve a póréhagymátok és a répátok. Viszont terem nálunk paradicsom, és olyan klassz dolog, amikor a gyerekek oda trappolnak hozzá, és elkezdik legelni le a paradicsomot. De a ti gyerekeitek? Jó. Fontos. De akkor azóta nem bántották, vagy nem törtek be. Nem, és nem ajánlom senkit. Tehát nem hívok föl erre senkit, hogy rajta le. Lehet, mert visszapótoltuk. Nagyon szomorú voltam, undorító, megalázó dolog, hogy arra ébredsz, hogy amit te szeretettel oda pakolsz magad köré, megteremtesz magad köré, azt valaki elviszi, de spondja rá, túl kell lépni rajta, nem fájunk magunknak. Meg nem mernek bemászni, ezt gyíká változtat bárki. Működik a giotin fotocellással. Nézd meg egy-két Hajnóci Somát, vagy Dynamo-t, ők ugrottak egyet a téridő kontinumban. Igen. Lehet egy ilyen giotin. Nézd be a jelenbe. Engedd el a múltat. Vannak brutál jó trükkök egyébként. Tehát nagyon, nagyon klassz dolgokat csinálnak. Hajnóci Soma ennek például az egyik legjelesebb képviselője volt nálunk. Nyilván nem ilyen szintre akarod a dolgot eljutni, évek vannak benne, de nagyon klassz dolgokat csinálnak. Pontosan erről van szó. Tehát olyan, hogy beugrom, és majd óriási nagy ász leszek belőle, arról szó nincs. Mert mint minden területen, mint minden téren sok-sok-sok munkát be kell oda pakolni. És egyébként meg nem is biztos, hogy azok az első trükkök, amiket te magadnak valónak gondolsz, majd azok lesznek a te éned része. Majd idővel kialakul a te stílusod. És akkor visszatérve az én szakmámhoz, mint ahogy évek alatt kialakul az ember saját stílusa rá jellemző dolgokkal együtt a színpadon. Igen. Karcsi, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Ezt megtarthatom? Nyugodtan rágdost el, persze. Hát én nagyon szeretem. Nagyon-nagyon szép nyarat kívánok nektek. Jó szórakozást, jó pihenést, és a győrieket meg külön üdvözöljük. Neked is. Köszönjük szépen. Ciao, köszönjük szépen. Rékasi Károlynak köszönjük szépen, hogy itt volt. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Biztos sokan olvastok bulvárlapot is, és lehet hallani éppen a bulvárlapokban is olvasgatni, hogy kik harcolnak éppen kivel, és ugye most egy nagyon komoly cicaharc van, mert hogy Bálint Antoni és Sarka Kata nekünk ők csak témaindítók, arról beszélgetnek és üzengetnek egymásnak, hogy ki átkozott meg kit, mert hogy most egy nagy cicaharc van kettő között, a két celeb ugye régóta acsarkodik egymásra, Hajdú Péter jelenlegi felesége Kata, akik kéne halálnormális csaj, kedveljük, Tetúrva. Cuki, aranyos, tehát Ali egyetlen. Frézser, Josif, Adolf. Hát, csak a legnagyobbak, mi? Igen. Szóval Katát kedveljük, Cuki csaj, és ugye Bálint Antoni a Hajdú exe, álnéven irogat az egyikőjük a másiknak, hozzászól a profiljához. Hát leginkább Toncsi Katának. Toncsi Katának állítólag, de nem tudjuk, hogy ebből mi az igazság. Antoni nyilván ezt tagadja, és hát azt mondják, hogy lehet, hogy itt valaki megátkozott valakit. Oh, fekete mágia is van, itt tartozik. Ez már mindennek az alja. Hát valaki megátkozott valakit. És állítólagosan van egy módszer, ami arról szól, hogy te meg tudod nézni, hogy téged megátkoztak-e. Saját kezűleg, nem kell hozzá mester. Hogy Csak így leülsz valahol, és akkor megnézed? Hát vagy, hát attól függ, hogy kiről van szó, mert ha őről van szó, akkor nyilván itt még Kata állt a fürdőszoba tükör előtt, így néznek, és elkezdett törni a hajam vége. Jaj! Ha megátkozott ez a rohadék. Még ha nem is ezeket a szavakat rajtam van a rontás. Igen. Állítólag, ha van tojásod, akkor... Aha. Ha van. Kiderít, ha van kettő. Tessék? Hát azokat ne törjük fel. Ha hallod, de azért, hogy... Hát nem, a Péteréről van szó, nem az enyémről. Ja. És van egy kis kávézacod,
akkor Frabato el tudja mondani, hogy téged megátkoztak-e vagy sem. Miért éreztem úgy, hogy fel fog merülni Frabatónak a neve? Mert ő korrekt, mert ne haragudjál, bármikor fölhívtuk, mindig segített, emlékezzetek vissza, rontás, rátétel, levétel. Vízgáz, igen. Mindenben tud segíteni. Tojás és kávézat? Tojás és kávézat. Tehát gyakorlatilag minden magyar háztartásban meg tudjuk nézni. Hát ez mindenhol van, mindenhol. Hát tojás és kávézat. Hát. És le is tudod venni ezzel? Vagy csak ez azt mondja meg a tojás? Nem, mellett, hogy van-e rajtad. Hogy van. Van, és hogyha van, akkor menjél el a Frabatóhoz és vetesd le. Ugye? Na ezt már mi nem ajánljuk senkinek, illetve hát mindenki megnézni, menjen mindenhol akar. Tudod levetetni csak egy hely. Nyilván. Kit nézzünk? Magunkat nézzük, hát, vagy hát Katáikat nézzük. A magadra tudsz csak nézni. Nem, állítólag bárkit meg tudod nézni. De mi mondtál, hogy tudjuk nézni, hogy most Kata rakott-e Bálint Antóniára, vagy Antónia rakott-e Katára rontás, mert a két csaj nem kedveli egymást. És ennek mi most Hadas Kriszta és Máté Krisztina oknyomozó riporteri hozzáállással tudjuk megnézni, hogy kin van az átok. Várjál, akkor, de ehhez kell fotó? Megnézzük, hogy Antónia rakott-e Katára. Tesek? Mert akkor, fia, akkor milyen javaslom, fotó? Akkor legyen, nem, hát róluk egy-egy fotó. Hát a kávézat Antónia meg a tojás rá, mellé, hogy azért be tudja azonosítani, az a nem tudom, az a másik, az a igen, az rá. Reménykedsz, hogy végre legálisan tud sarkakat a fotókat nézegetni? Vagy ja, nem kell hozzá fotó? Legálisan is nézegetek. Csak akkor javasoltam volna, mert akkor mit tudom én, legyen mondjuk a Toncsitól mondjuk abból a sorozatból válaszolunk, amit az egykori producer barátja készített róla, a tengerparton egy közös nyaralás során szerintem az volt a legjobb. Egy kicsit megvannak azt mondja, a képei. Hogy a Katáról meg legyenek azok az állítólag véletlenül előkerülő fotók, amiket a Péter készített róla egy tengerparti nyaraláson. Jó, dobjuk be ezeket. Antónia azt mondja, hogy ő egyébként nem járt Frabatónál, és nem járt Jósnál, tehát ő nem rakott rontást Katára. De ez az állítás, hogy rakott, ugye? Aha. És ezt kéne kideríteni. De ezt nem lehet autodidakta módon, hogy beírta rontás? A Google-ban. Aha. Rontás, szerelmi rontás. Azt mondja, hogy ő Enter. Csak... És akkor kidobta neki valahol. Hajszálat. Igen, és belopakodott hajdújékhoz, és kitépett Katából két hajszálat. Vagy nem lehet, hogy mit tudom én. Egy kis kecskevért. Vagy sokat néztem mondjuk a Trónok harcát, és mondjuk egy vérmágiát alkalmazott mondjuk a Kata ellen, hogy itt mondjuk aludtak, és álmában egy mitörői kirándulás után az belopózott, mármint a Kataik volt a kirándulás, és ki tekert belőle egy, hogy hívják, ott egy félig életképes kullancsot, ami benne volt a Katának a vére, és beledobta. Elégett egy öngyújtó lángjánál, vagy ilyesmi? De ez lehet, hogy ez megtörtént, nem tudom. Minden esetre az biztos, hogy Antónia járt Jósnál, de ő azt mondja, hogy nem kért rontást, és nem kért átkot senkire. Aha. Csak egy képsorozat miatt találkozott Frabatóval. És mondd, egy közös képs. Azt nem tudom, hogy milyen képsorozat miatt, de hogy egy fotózás miatt találkozott Frabatóval, ő ott nem kért rontást Katára. De van tojásunk és van zaccunk. Nagyon jó, akkor nézzünk rá. Mondd el nekem, Jós, mondd el, legyél őszinte. Nem lesz Jós, még tojás. Saját műsorom a Viaszat 6-on. Na. Zavaros a kép, zavaros, nem látok tisztán. Opálos a sárgája. Nem, sajnos azt is Horváth Éva viszi. Igen, mindenkire arra gudni fog a Toncsi. Itt a Frabato, jó reggel, Frabato, hello! Szervusztok, béka, vese, varjusztem, jó reggelt mindenkinek. A legnagyobb. Tudtad, hogy hívni fogunk, mi érezted? Hát valahogy így keltem ma reggel föl. Járt nálad az Antónia? Volt, nem egyszer, nem kérte, de minden kétet szeretnék elosztani, rontást nem kért senkire. Tehát volt nálam, beszélgettünk pár dolog, hogy újság hozta, de ilyen, hogy rontás, ilyenek nem. De amit kevertetek, és nagyon-nagyon jók vagytok abban, hogy mesztelen képet kell rakni igazából a tojás mellé. Ez nagyon jó, burkoltátok, de nagyon jó. Igazából személy szerint a tojást és a kávézatot kevertétek, mert a kettő együtt az nem működik. Aha, a legegyszerűbb, ha esetleg van nálatok tojás, akkor mindenki ráírja a saját nevét a nyers tojásra a héjára. Ha ezt kéne várni egy órát, de nincs időtök rá, kiesetek, de az nem számít. Szóval ráírod a nevedet, utána föltöröd. Ha az a tojás megzápul vagy megromlik, akkor rontás van rajtad. Ha nem, akkor igazából mentes vagy ezektől a dolgoktól. Döbbenet, hogy ezt még valaki benyalja. De nekem nagyon ez tetszik. Ez működik. Tényleg? Személy szerint sokkal egyszerűbb, mondok egy jobbat a hallgatóknak, ma telehold van, illetve holnap reggel lesz 4 óra 20 perckor, de ha ma este egy tojást, egy nyers tojást raksz az ágyad alá,
és úgymond csúnyán fogalmazok, szextet erőszakoz ki az a párodtól, miközben a tojás ott van az a ágy alatt, és másnap ezt a tojást bedobod egy folyóvízbe, akkor úgymond a következő egy hónapban a szexuális élete csak felét fog irányulni. Nem tud másfele elmenni, nem tud elmenni egy másik nőre. Kicsit sok összetevős a dolog. Tehát ha tojást rakok az ágy alá, és másnap folyóba dobom, akkor az asszony csak velem szexel. Aha, de szexelnetek kell. Minden szex az kell hozzá. Aha. Szex az kell hozzá. Tehát ja, szexelnem kell az asszonynal. Így van. Tojással az ágy alá. Tudom, valaki már dobja is a dolgot. Hát, annyit nem én. Sok melóban ebben tojás is, ágy alá is menjek, a folyóba is vigyem azt a tojást, hát ne csinálj. Ennyit nem ér az egész, de valakinek ér. Hogy tudom megnézni, hogy most van-e katárontás? Itt van nálam egy tojás. Ráírjam a tojásra, hogy Kata? Ráírod a nevét. Igen. Elég, ha ráírod a nevét. De ez Kata nagykorú. Rendesen rá kell. Valami tollal szimbolikusan ráírod. Igen. Meg kéne rakni a fényképet, teljesen mindegy, hogy milyen tetszés szerint lehet választani, lehet olyat is, amiben lengén van öltözve. Ki kell nyomtatni, vagy elég mondjuk egy telefonon behívni a képet az internet segítségével? Mindenféleképpen ki kéne nyomtatni. Az a következő, sétálják el a Dunához. Nem, az egy másik sztori, az a Petike sztoria, tehát az egy másik sztori, az nem a tiétek. Igen, és utána? És utána felbontod a tojást, ha ez úgy megromlott, hogy zárt tojás, akkor nagyon komoly rontás van rajta, ha nem, akkor igazából mentesettől a dologtól. Aha. Akkor nincs rajta rontás. És figyelj, hogyha esetleg mondjuk ezt lerövidítem ezt az ügyet, és mondjuk megnézem a tojáson a bélyegzőt, hogy meddig jó. Friss. New Age stílus, van egy ilyen, egyébként nagyon komoly, most kitalálták már, applikáció. Tehát igazából veszélyes, telefonon kapsz egy SMS-t valakitől, amiben egy megfelelő szöveg van elrejtve, mit tudom, szeretlek téged, drágám, de úgy van számmisztikai összetévőben az S betű, most mondtam valamit, akkor igazából egy szellemi rontást kapsz. Ez már működik. Tehát ez a New Age. De le tudod venni azt is, ugye? Egy másik applikációval. Hát az csak én. Ki más? Úristen, mekkora piárot vagy te, Jézus, Atya, úristen. Egy másik módszer, amit még meg tudnak otthon csinálni, ami most már megint annyira nem, ez a kávézac, amire már utaltatok. Most már ugye ez a kapszulás kávé van, tehát ez nem mindig jó, de a régi, amikor megfőztük a kávét, és maradt az adsz belőle. Ha ezt hagyod megszáradni, tehát ez a nedvesség elmúlik, vörösen ilyen sivatagi homok szerint működik, akkor szépen fölülről egyfolytában elkezded lefolyatni a kávézatot. Ha piramis mintát ölt magára, akkor nincs rajtad rontás. Ha középen egy kráter marad benne, akkor rontás van rajtad. De érdekes a kráter. És olyankor az, amit mit tudsz csinálni? Te hogy tudjuk levenni otthon, ha a piramisom az lyukas? Nagyon egyszerű, az a baj, hogy mindig váranat kell, tehát nem tud egyből levenni. Következő nap, amikor megcsinálod a kávézacot, akkor igazából a saját fényképedet, vagy régen ez nem volt szokás, nem volt fénykép, a saját személyes dolgodat, akár a hajszálodat, valamit a kávézac alá raksz, utána öntöd rá, és ezzel az ellentétes energiát indítod, megbontod ezt a negatív energiát. Az eszem megáll, hogy tényleg, hogy holjál már. Hogy tudom, ezt még valaki benyalja. Hallom. De egyébként várjál, figyelj, hát most nagyon jó, a trónok harcának ugye vége, én is imádom, de van a másik. Nem keveset merítesz belőle nyilván, tehát azért nekem ez egy jó, hogy hat széria neked az ott alapanyag, de minden részt kielemzel, beszerzed a kellékeket, és azért abból te azért évekre megvagy. Egyébként igaz, de akartam mondani egy másikat, a londoni rém történetek az megvan? Persze, Penny Dreadful. Na, abból merítek. Mert abban vannak nagyon jó részek. Az nagyon. Nekem vannak olyan részek, ami hát van, aki a felnőtt filmekbe tud a részeket kinagyítja, és mit tudom, nekem ez van meglementve, és akkor visszanézem, és megnézem újra és újra. Figyelj. Hány tollas a bagoly? Framátor, hey. Figyelj, és most csak itt tényleg így köztünk szóval nem járt nálad véletlenül Kovács Lázár vagy Benke Laci bácsi? Nem kértek valakire rántást? Hát elmondom neked, hogy a Benkő az volt,
Rántást kért? Igen, rántást, és a lázerügyben nem szeretnék belemenni, mert ott egy másik fő volt nálam, és abban volt egy kis probléma. Igen. Igen. Na most, hát ott ugye ott egy ex-barátom. Ja, ott volt, igen. Igen. Na most, ha itt kipróbáljuk a tojást, ugye a sarkakat, a tojását föltöri a Balázs, és hogyha nem záp, tehát nincs rajta rontás, akkor abból még teljesen tiszta. Lehet rántottát csinálni? Abból lehet rántottát, jó. De akkor működik jól az egész, és akkor nincs a műsoron rontás, ha Feri, te ezt így nyersen megeszed. Jó. Ja, az jó, olyan kis Stallone-sen, Rocky-sen. És sok sztár jár egyébként hozzád, Frabátó? Igen, igen. De 8 általánoson felül is? Igen, igen, alatta inkább, tehát általánosból azért kevesen, de mert hogy azért ezeket benyalni, az valami elképesztő, de én mondjuk imádlak, nem, tudod, hogy szeretlek. Tudom, én is imádlak. Szivárványos a képed volt? Volt, tegnap előtt valami abszolút volt. Nem, csak kíváncsi, hogy nyilván neveket nem mondhatsz, csak hogy azért ezt még emberek benyalják, én döbbenetes, hogy ez hogy emlik belőle. Ezek a dolgok, ez a tojásos, meg a mit tudom, ezek létező régi ilyen commerce dolgok, de egyébként ezt sokat mondok, a tudatos gondolkozás, a pozitív gondolkozás. Meg lehet spékelni bizonyos dolgokkal, és igazából ezért járnak hozzám. De érdekes. Egyszer én is elmegyek, kipróbálom komolyan, mert el sem tudom kezdeni, hogy tudom, én elmegy hozzá, de tudom, hogy először jön, és akkor így transzba esed, és akkor már ott vagy egy tájon, ahol Buzuki hangja szól, vagy... Ahol mindennek a farmered. Élveznéd, mert jó az iroda, koponyák vannak, meg ilyesmi. Voltam már egyszer, és nagyon bejött, nagyon metal volt. Én is ilyen transz, meg ilyenek. Tehát ez egy másik stílus. Aha. Én igazából próbálom a misztikumot megtartani, de azért egy kicsit a új korszak fele menni. Hát ebből azonnak bizonyos problémák, de... Nem, ez azért van, mert fél legál szerekre gyúrsz. Igen, Robika írja, hogy hihetetlen ez a Frabát, olyan, mint a Kassa Tibi, megél abból, amit csinál, ez hihetetlen. Valamiért ez a dolog mégis működik. Igen. Na jó van, vigyázz magadra, köszi, hogy beszéltünk. Köszi, szia. Ciao, hello. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy nálatok mi volt a legelképesztőbb dolog, amit Jósnál hallottatok. Nyilván még talán azok is elmennek néha, akik ezt csak a legintimebb közegükben vallják be, hogy elmentek, de talán nem túlzás azt állítani, hogy legalább egyszer már mindenkit vagy elcsábítottak, vagy rábeszélték, vagy kipróbálta, vagy egyszerűen csak kíváncsi volt, és elment valami félbolondhoz. És... hát hallott ezt azt, amiből nyilván azóta se lett semmi, de a legnagyobb bődületes őrültséget mondták neki. Ugye, ha szerelmi csalódás után, vagy párkapcsolati trauma után azért az ember néha odasodródik. Ő is tudja, hogy nem hisz benne, tudja, hogy valószínűleg hülyeséget hall, de mégis elmegy, mint egy ilyen végső kapaszkodó. Sokan járnak így. Extra profitot jósoltak, de aztán kiderült, hogy pilóta játék. Ti kihez mentetek, hogy nézett ki, milyen interiőr fogadott benneteket, milyen volt az illető, mennyire volt beszámítható, mit mondott, és mi az, ami megvalósult, jó? Ki milyen elképesztő dolgot hallott már Jósnál? Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek, Frabátóval. Beszélgettünk a hírek előtt. Én még mindig össze vagyok zavarodva. Mindig olyan hatással van rám mindig, amikor beszélünk vele, annyira egy teljesen más dimenzióba. Döbbenetes, hogy ez hogy jön belőle, mintha olvasná. Tehát a teliholdkor tegyél tojást az ágyad alá, és tört föl, kapd el az asszonyt, és reménykedj abba, hogy egy hónapig utána kötélnek el, kérdezze valaki, az email indát szeretném, akkor a fényképét tegyem az ágyamra, és úgy tegyem be a tojást az ágy alá. Figyeljetek, én nem mondom, hogy egyébként ebben a műfajban nincsenek jók, tehát maga az asztrológia, a karma asztrológia, azért itt van nagyon sok hasznos dolog, ami valóban használható, ami azért bizonyos tényekre, csillagmozgásokra alapszik, de számomra ez egy kicsit rejtett dolog. Tehát ez a vegyél két csirkelábat, egy kitömött macskát, vegyél két üveggolyót, egy madzagot, egy mini létrát, tedd a létra alá az üveggolyót, törj föl egy tojást, ekben kevésbé hiszek. Az, hogy vannak olyan emberek, akik ráéreznek bizonyos dolgokra, tudnak jót mondani, van valamilyen képességük, látnak, éreznek dolgokat, matematikai műveletekkel néznek. Ugye hát azért nem is szabad ebbe belekeverni az asztrológiát, mert azért az szerintem abban van tudományos alap, és azért az egy elismert dolog. Most ebben valaki hisz, valaki nem.
De most itt nem szabad összekeverni a dolgokat, mi csak és kizárólag azon jósokról beszélünk, akikhez tényleg elmentél, kitömött macska fácán volt a szekrének a tetején, kaptál két tojást a kezedbe, egy döglött madarat, táncolnot kellett énekelni, és közben vezetékek. Csigavért szórtak a fejedre, és levették az átkot. De mi ezekről beszélgetünk. Vannak jók szerintem ebben a szakmában. Megütögette egy picit a kontaktívás vezetékes kristálygömböt, mert elment a fénye. Igen, levette a szentély Louis Padre képét, megcsókolta, majd elkezdett neked jósolni. Hát amiket látok kereskedelmi tévékben is, hát az eszem megáll, komolyan mondom. De, hogy valaki felhívja a Zsuzsát, az Aura látót, meg Józsit, a pszisebészt. Ott a pszímet lett megműtetni? Igen. És akkor érzem a pénzenergiát, és akkor Ilona az Astrál síkon utazó, tudod, olyan nevek, olyan titulusok, és valaki betelefonál, és akkor azt mondja, hogy igen, most érzem a pénzenergiát. Aha, nézem bele a pénztárcába, van benne 30 forint, ugye, hogy van? Döbbenetes, hát ott az ember mit lát. Na, és arról beszélgetünk, vagy azt kértük hallgatóinktól, hogy írjátok meg nekünk, hogy mi volt az, amikor valami elképesztő dolgot hallottatok, meglepő volt, megdöbbentő, és aztán az egészből nem lett semmi. Nagyon sokan írják egyébként, hogy vannak olyan hallgatóink, akik jót hallottak, és valóban bevált. Ezért mondom, hogy ilyen is van. De hát szerintem több a kókler. A jósnál a szobába beérve a kezembe nyomott egy preparált macskát, majd megkért, hogy gondoljak a bajaimra, és mondjam el a cicának őket. Miközben ő zümmögött, hogy om. Na, én erről beszélek. A preparált macskának beszmond a problémáidet. La, egy 20 000-esért, nem több. Csak egy 20-as fél óra. Majd a preparált macska megoldja. Azért a szituáció, amikor kezedbe egy preparált macskával, ami adott esetben egy ilyen falapra van rácsavarozva, nézel az élettelen üvegszemekbe, és akkor mondod, az a bajom, hogy a Józsi már több mint 3 hónapja nem nyúlt hozzám. Erősen nézen a szemébe, és mondja neki. És közben kérek kacsingot. Ő pedig egy madárjelmezben körülötted ugrál ébben. Igen. És fácán vért tesz a homlokodra. Igen, na, mi erről beszélünk. De vannak jó példák, és ez ennyi elképesztő. Öreg alföldi városi kártyajósnő volt, sose látott, nem volt közös ismerős. 19 éves lány voltam, most 50 év után is döbbenetes, előre minden megmondott. Ránézett a kártyára, azt mondta, nem közeli utazásra készülök, pár nap múlva elindultam Nyugat-Európába, azt mondta, apukám nagyon beteg, nem otthon fekszik, ez is bejött, minden úgy volt, nem kevés gyerekem lesz, és még egy életre szóló szerelmet is elmondott, és az is úgy lett. Kell lennél több. Tehát, hogy vannak azért... Nagyon jó. Ránézzük a kártyára, és azt mondta, ez egy flörshöz még kevés. Igen. Én egy ismerős jogásznő ajánlása alapján jutottam el Frabátóhoz, férjemmel megromlott viszonyunk miatt. A pasi semmit nem kérdezett, rá sem nézett a férjem fényképére. Azt mondta, a rontás van rajtunk, 60 000 leszed. Nagyon helyes. Hát, mert neki nem kell, de gyerekek, félreértitek. Hát miért kéne nézze a férjed fényképét? A 60 combos azért. Tehát, a 60 pici nagy erős. Rontás de ha volt. Sikerült és nagy rontás volt, akkor örülünk neki. Ja, de ketten voltak, tehát fejénként csak egy 30. Az igaz. Igen. Éva küldte nekünk. Nekem egy hókuszpók ezüst szűrőt cserélt valahol a szívemnél. Azért az is nagyon kemény. Ezüst szűrő. Ki kell cserélni önnek az ezüst szűrőjét a szíve körül? Egy kolléganőm dolgozott nála, mint valami segéd valaki, ezért mentem csak el, hogy kicserélje az ezüst szűrőt, 8000 forintba került. Ezüst szűrőt kellett. Hát nem, 8000. 8000 forint. 8000. Nagyon. Az alpaka csak 6. De és megmutatja ilyenkor, hogy mit tesz be? Aha, fog egy látod az ezüst szűrőt? Persze. Hát legalább tudjam, hogy cserél mi van egy a szívem szűrőt, körül. Egy pollen szűrőt, egy olaj szűrőt, és aha, a szívednél egy ott is az van az autó szerelőnél is, utána megmutatja, hogy ezt vette ki. Igen. Opszi, nagyon jó. Sokáig nem hittem benne, míg el nem mentem. 10-ből 8 dolog beteljesült, úgyhogy csak a születési dátumot kellett megadni. Olyat is kipróbáltam, aki energia alapján mondott dolgokat, és olyan egészségi dolgot mondott meg, ami 26 évig nem tűnt fel az orvosoknak. Jó, a műsor üdv nektek, R. A 8-ból az egyik az volt, hogy nem ad számlát. És be is teljesült. Igen. Bunkok vagytok, halvány fogalmatok sincs, hogy mennyire működik, és igaz dolog az, amiről beszéltek. Egy kedves idős jósnéni azzal kezdte, hogy a férjemnek van egy eltitkolt gyereke, és a ballagására meg fog hívni, ez már 5 éve történt, a férjem kiborult, majdnem elváltunk, minden év nyarán a ballagások környékén frázban vagyok, hogy mikor jön a meghívó. Hát igen.
szerintem ezzel legalább ugyanannyit lehet ártani, ha valakinek persze, valami olyat mondasz el, amit egyébként nem tud, és azt mondta, hogy egy évben belül beteg leszel, és az így fogalma nincs, dilettáns, és utána egy éven keresztül várod és bevonzod, szóval azért hát, nagyon sokat lehet ezzel ártani. Valaki erre fogékony, hogy egy nagyon komoly lelki csomagot ráakasztasz, és adott esetben, mindenben az esetben, leakasztasz egy komoly összeget, és egy nagyon komoly lelki csomaggal pedig megterheled akár évekre. Voltatok valaha valakinél? Én voltam Frabátónál. Hát azt meséltem nektek, egyszer elmentem oda, azért tudtam milyen jó, hogy milyen jól néz ki a kis bűnbarlang. Nagyon menő koponyás, és akkor mondta, ez volt azt hiszem, hogy 10 évvel ezelőtt, 2 éven belül amerikai utazás. Mondta neked? És munka is. Mondtam, hogy 2 baj van Frabától, az egyik, hogy nem megyek, tehát hogy így nagyon látszik, de az még hagyján, mondom, nyelvi korlátaim lesznek az országban. Neked az ott nem kell. De miért mentél rá hozzá? Frabátóhoz? Kíváncsi az ember a jövőre. Úgyhogy ilyen volt, ezeket mondtam. Elmentél Frabátóhoz. Hát a legnagyobbat kellett választani. De várjál, Feri, nem rosszul emlékszel, és nem azt mondta. Adok telefonszámot azért. Nem azt mondta, hogy szívesen. Van jobb. Hogy sok munkát látok neked, Feri, és nekem pedig ebből egy amerikai utazást. Lehet, hogy ezt mondta, csak félreértettem. De a legszebb ez volt az, hogy amerikai meló. Az amerikai út, gondolhatott valószínűleg, úgyhogy ez volt. És bejött valami? De hogy jött, mert mi jött volna, bár itt ülök most is, hála Istennek, de nem volt ilyen rántást, nem kellett levenni, vagy jóslást, vagy mi az rontást, úgyhogy ennyi. Érdekelne, hogy azért, tehát milyen téves kódolás alapján jutottál el, mert imádjuk, szeretjük, azért ott valami nagy lelki, ott valami nagy lelki válság kellett, hogy legyen, hogy te elmentél Frabátóhoz. Nagyon jó, nagyon jó. Mindent megoldott. Hát látom, milyen hosszú nagy, és gyümölcsöző amerikai utat lett belőle egyébként, igen. Te voltál valahol ilyennél? Nem. Soha? Azt mondtad, hogy voltál Frabátónál. Egyszer voltunk forgatni, nagyon bejött a hely. Te valahol félrevonultatok azért 10 perc, és mutogattad a tenyeredet. A szenzációs volt, tehát hogy ez nagyon működött. A hely az nekem nagyon tetszik, tehát hogy van tényleg egy óriási hangulat, az egésznek bemész, és akkor és ez a sötétség, és micsoda hangulat, és micsoda fél, ez is kell hozzá. Nem, csak hátralékom volt, és az elmű lekapcsolt. Hát igen, érdekes. Érdekes dolgokat tapasztal azért az ember. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Ez történt a Morning Show-ban. Úgy tűnik, hogy a mai reggel a hallgatói levelek reggele, mert Zoli következik most, aki hallgatói levelet írt nekünk. Idézném, így szól. Szia Balázs és János! Itt én még egy kicsit mondtam, hogy hát azért igen, mégiscsak... Igen, olvasom tovább. Igen, nem olvasom tovább, de aztán rájöttem, hogy mit akar, és azt mondtam, hogy yes, na, ez csak a tiétek. Régóta nagy rajongóitok vagyunk a barátnőmmel, akit jövőre szeretnék feleségül venni. A segítségeteket abban kérném, igen? Hogy vállaljátok el a ceremónia mesteri feladatokat a Lagzinban. Igazán nagy meglepetés lenne ez mindenkinek, egyébként tényleg a fiúknak is, és ti is kipróbálhatnátok magatokat ebben az új szerepben. Kérlek titeket, gondolkozzatok már a dolgon, üdvözlettel, Zoli! Jó, nem. És? Van tovább a levél? Nincs, ennyit írt nekünk Zoli. Egyrészt szerintem marha nagy megtiszteltetés. Az. Tényleg, én azt mondom, hogy minden műsorvezető, mint ami például Szakál Miki, vagy mit tudom én. Egy csomóan csinálják. Igen, még tudnék sorolni néhány olyan műsorvezetőt, aki nagyon örülne neki. Szerintem, aki hallgatja a műsort, az sejteti körülbelül, hogy mondjuk Balázsnak mi a hozzáállása egy ilyen dologhoz, vagy nekem mi a hozzáállásunk. Szerintem ez egy nagyon privát, nagyon szent, nagyon családi és nagyon bensőséges ünnep, és azt gondolom, hogy ez egy olyan pillanat a ti életeteknek, ahova mi nem vagyunk valók, és mi ezt tiszteletben szeretnénk tartani. De pont, szóval hogy valók vagytok. Hát ő azt mondja, érted, hogy ti kelletek oda, mert te családtag vagy nála, azzal, hogy minden reggel hallgat bennünket, benneteket még szeret. Ezért megtisztelő, és nagyon szépen köszönjük. Na, ezért és ezért gondolja úgy, hogy legyetek ott ezen az eseményen, és a ceremónia mesterséget is vállaljátok el. Tehát neked nem vendégnek kell ott lenni, érted? Ez a különbség. Tudom, nem szinte látom magam előtt, hogy Balázs tartja a kezében a mikrofont, és mondja, hogy hello, a mennyasszony, én pedig állok mellett egy hatalmas fazékkal, amiben folyamatosan kevergetem az 5000-eseket. Miért ez tök cuki lenne szerintem? Ketten jól meg tudnátok csinálni a logot. Tehát, hogy nem vendég vagy, nem az asztalnál ülsz.
Te nem kihasználod azt, hogy ismert ember vagy és téged szeretnek, ingyen kajálsz, nyilván szállást is biztosítanak, sőt, lehet, hogy még hoznak és visznek is kocsit. De. Te nem ezt csinálod, te melózni mész oda, tehát megtisztel téged azzal, hogy élete legszebb napján te vagy az, aki ezt az de egészet aranyos. Fölvezeti. Janiká, megyetek ide az orántot, karfiol, itt van még egy kis rizibizis, rosejmi, na, egyéb. Hát ez magadban? Attól függ, mert ha rendes vidéki lagzi, akkor ott ugye pörkölt van, éjfélkor meg sült húsos tál. Tehát ott te rántott karfiol, egy hiszem, darabot se találsz. Galuska tuladagolásom lenne másnap, mint az állat. Miért nem vállalnád el? Hát, emiatt? Én ilyen csendesebb, bensőségesebb, visszafogottabb eseményeket szeretem. Hát ugye köztudomásul, hogy az éneskövőmről is cirka 6-an voltunk ott, vagy 7-en, mert hogy azért voltunk páratlanul, mert ott volt még az anyakönyvvezető is. De hogy én nem kerítettem nagy feneket a dolognak. Olyan volt, mint egy esküvői próba. Mert zene se szól. De azt nem a lámpa nem volt feloldva. Igen, tisztel olyan volt az egész, mint hogyha az új anyakönyvvezető lepróbálta volna előre, hogy aztán este majd, amikor eljön tényleg az igazi, az első, ahol már zene is lesz, meg nagy tömeg lesz, meg ilyesmi, akkor nehogy hibázzon. Picit olyan volt az a miénk. Semmi zenőt, bementünk, a cipőksarkoknak a kopogása hallatszódott, meg valaki éhes volt, meg korgott a gyomra, azt is lehetett hallani a terem, és akkor oda mentünk, és kb. Ilyen 20 perc alatt lezúztuk az egészet, én biciklivel mentem a helyszínre, és... Mégiscsak könnyebben tud az ember menekülni. Igen, és elkéstem. Úgy volt, hogy csak annyi autónk, illetve úgy volt autónk, hogy nem fért be mindenki. És ők előre mentek, én megmondtam, hogy majd megyek utánuk bringával. És mentél is, és csak mentem utánuk, picit késtem, és mivel egy picit már késésben voltam, tekertem itt az állat, ennek következtében már a hónom alatt, meg a hátamon, és később pedig igen, a mellemen is, érted, a szembeszél miatt, csatak izzadt volt az ing, amikor már nagyon jó érzékkel, ugye nem fehér inget vettem fel, hanem valami, mit tudom, valami, hát egyébként valami bézs, vagy valami keki ing volt rajtam, és úgy néztem kint, valami kis cserkész. És odamentem, és mondtam, csatakizzadság, mert mindenki halálosan ideges volt, Móni majd megőrült, hogy hol a büdös francba vagyok, és akkor, na, és mondta, hogy maguk, ennyien? Nem többen? Nem? És ez a fiú kicsoda így. Zenese? Ja, maga a vőlegény. Ez van. Jó. Igen, nem? Igen? Jó. Viszlát. Kb. Ennyi volt. Ha megadtuk a módját. Én ugye még adós vagyok a világnak ezzel az eseménnyel, amiben én mint vőlegény veszek részt, és a béka mint mennyasszony. Ez jó egyébként, hogy mindig nyitva tartod a kis kaput. Így is van, most hova kell? Meg még nem kell sietni. Hallod? Ilyen, annyi dolgunk van még a világban. De jó, hogy neked van egy ilyen exit. Egy nyitott lehetőség. Viszont én elárulom, hogy én életemben kétszer voltam már vőfély. Az egyik esemény az a műszaki igazgatónk Horváth Gyula esküvője. Igen. Volt, képzeld el. Ez még Rádió Bridgeztünk, mi onnan ismerjük egymást a Gyulával, ő ott is műszaki ember volt, én még műsorvezet, és mondta, hogy szerinte én. Mondtam, hogy Gyula, ez nem olyan, hogy csak úgy odamész, és akkor figyelj, megyünk vidékre kikérni a mennyasszonyt, tehát azért ez egy szakma, de figyelj, hidd el, jó lesz. Na hát nagyon jó volt a dolog, ez volt az egyik, a másik pedig szintén egy barátomnak, az meg a budai várban volt a dolog, és én mondtam ott is, hogy szintén én nem akarom vállalni ezt, és pont ugyanazt gondolom erről, amit te, hogy nem vagy úgy odavaló, hogyha ha nem vagy igazán közel. Igen. A családhoz, ez az egyik. Másik meg ugye tudni kell a rendes népi lakodalomban, ott tudni kell az összes ilyen rigmust, hogy itt a forró, hús, leves, hát ezekről fogalmam sem volt, és ezt a kettőt mondom így szívességből megcsináltam, ilyen ceremónia mesternek, de soha többet senkinek. Tehát, hogy nem, ez egy olyan szakma, érted, amihez vagy értesz, vagy tudod ezeket a dolgokat, vagy nem, és akkor meg nem kell vele próbálkozni. Hát, meg szerintem egy ismert ember nem is annyira jó egyébként főfének. Én azt érzem. Tehát ne az legyen, hogy most oda a pályam, most oda mentünk, hogy csak a Balázs. Valás, hogy futózkodjuk vele? Valázs, na de egy fotót lehetne. Persze, csak imád elég szóval a férjed mellé, hogy Balázs. Te vagy a mennyasszony. Ez az este rólad. Nem. Ez szerintem ide profi kell. Profi kell, és olyan ember, aki se onnan nem ismert, legfeljebb onnan ismert, hogy mit tudom, a Dezső mondta a Józsinak, hogy a fiam is kívülünk, és ő volt az ajótól, nem is kér sokat. Hát azt tudod, hogy a vőfély az így jár, szájról szájra. Zsebbe is jó. Számla ugyan nincsen a ézétől a Sanyikától, de figyelj nagyon jó tóla. A felelőjét egyébként töltött káposztát mondtuk neki. Na, azért, ha mégis elvállalnátok ezt a dolgot, jó? Aha, a Balázsa, igen. Ha visszatér erős a Balázsa. Igen, nagyon. Akkor arra gondoltam, hogy egy igazi segítséget fogom most nektek fölhívni, vagy neked fölhívni, mert ugye egyedül vagy. Turkeve egyik legjobb böllérét és vőfélyét, Tóth Lajost, aki már itt is van a vonalban. Jó reggelt, Lajos!
Jó reggelt, sziasztok! Jó reggel, hó, micsoda lendület! Ugye, lát, hát figyelj, vőfénynek mindig topon kell lenni. Milyen az idei szezon, Lajos? Van elég meló, vagy még valakihez beprotezsáljunk? Nyugodtan beprotezsáltok, hát most így szeptember végéig van minden hétvégére munka. Jézusom. De hát ugye azt tudod, hogy én nem ilyen élethivatásszerűen csinálom, hanem így amennyi szabadidő van, azt nyilván rászállom erre a dologra, mert szeretem csinálni, de szeptember végéig azért így is van. Aha, csak az íze kedvéért, de akkor pénzt nem is fogadsz el. Hát dukmálják, tudod? Nagyon dukmálják. Hát nagyon rámerőltetik. Így van. Olyan erőszakosak ezek a népek. Igen, nem akarom elfogadni, de valahogy mindig a lajbizsebbe bekerül a dolog. Tájegységenként egy csomó olyan szokás van egyébként, amit az ország egyik részében ismernek, a másik részében meg nem ismernek. Te Túrkevén és környékén tevékenykedsz. Ez ugye Kunvidék, elmondhatjuk. Igen. Ahol például az egyik legszebb szokás, hogy a leölt jószágnak, a birkának a fejét ki kell vinni a legidősebb embernek. Ez van még? Mi van? Igazából ez a fej kivitel, nem mondom, hogy nem gyakori, vagy nem jellemző, de nem, tehát nem működik már ez annyira, hogy most a legidősebb embernek a birkafejét ki kell vinni. Az biztos, hogy egy kuriózum, ugye tudod, hogy Túrkevén eleve úgy főzik a birkát, hogy a fejet ugye meg a lábát azt megperzselik bele, és akkor ez egy ilyen finom falat igazából a pörkölt részeként. Tehát ezt úgy nem nagyon osztogatja az ember, hanem úgy mindig megvannak előre a cél személyek, én lakadalom során, akik már előre szólnak, hogy majd, hogyha hozzáadok ki a birkát, így van, azt majd én kérem. Csak azért, hát az esetben először mindig ugye a párnak kínálat föl, vagy a vőlegénynek kínálat föl, de nem feltétlenül minden esetben. Mert megvan a kép előttem, hogy Jani a fejes tállal megy ki és kikacsint a birka feléd. Itt szerintem ott lenne vége a lagzinak ebben a pillanatban. Milyen szokás van még, ami nálatok dívik, és máshol mondjuk nem annyira ismerős? Hát nálunk igazából ugye ételekben mindenféleképp ugye megvannak a kötöttségek, ami talán más tájegységenként nem feltétlenül jellemző. Tehát ugye a tyúkhúsleves, meg a birkapörkölt, tehát itt a nekünkságban ez biztos, hogy ugye ez a fix. Másodt ugye inkább már a marhapörkölt, ami jobban megy, de a levesekben is vannak változatosságok. Nálunk nagyon nem jellemző a menyasszonytánc, tehát ezen a vidéken, Szolnok megyében, nekünkságban, mint mondtam, a menyasszonytánc annyira nem divat. Igazából csak akkor van menyasszonytánc, hogyha a párnak ugye az egyik fele, vőlegény menyasszony, valaki vidékről jön ide, vagy vidékről kerül ebbe a házasságba. De ne, várjál, ha nincs menyasszonytánc, akkor miből veszik meg az első dácsiát? Igen, tehát a menyasszonytánc ugye nem, tehát nem hagyomány jellegű, hanem az ajándékot azt odaadod a párnak a templomi vagy a polgári szertartás után, borítékba vagy ki milyen formába, és nincs igazából menyasszonytánc, hanem csak menyecske tánc van éjfél után, mikor átöltözik ugye a pár, mint újasszony, mint új ember, ugye visszajönnek, és akkor van egy ilyen szervezett tánc, a menyecske tánc, de nem pénzes. Az jó, tehát már nem kell olvasni. Az sokkal jobb, mert ott van megúszó faktor. Tehát odaadod a borítékot, aztán amikor majd másnap szépen bontogatják ki őket, akkor látják, hogy így adjuk egyet az egészségem, azt van benne egy három, ez egy meg kávé. De most például, tehát nem tudom, tehát menyasszony táncban is ugye egyre több, tehát ahogy haladunk ugye előre a korral, tehát igazából azt lehet mondani, hogy nem feltétlenül pénzes menyasszony táncot szerveznek, megkérik a párt, hogy az ajándékot adják oda pénzformájában, ez ugye már az ilyen fix dolog, és akkor például sorsjegyes dolog van, tehát most múlt héten voltam lakodalomban, ott úgy volt a menyasszony tánc, hogy nem pénzt dobáltak ebbe a kosárba, vagy éppen amivel gyűjtik a pénzt, vagy az ajándékot már adott esetben, hanem sorsjegyet, és akkor ilyen kapalom sorsjegyet. Miért az aranyos? Hát ez te tökre éve. Bemondják, általában be szokták utána mondani, na kaptunk. Meg kitöltetlen skandináv lottó szelvényeket, persze. Azt szerintem tök jó. Összejöhet, most is 219 millió van rajta. Figyelj, Jani, ebben legalább megvan a kockázat, hogy mondjuk nem 20 ezer forint van a borítékban, hanem ebből lehet nyilván sokkal több is. Persze, az meg benne, sokkal kevesebb is, azért azt valljuk be. Sokkal kevesebb is, de tehát egyre gyakoribb az, hogy nem igazából pénzt dobálnak már. Másik, tehát akár már Kecskemét, vagy Dunántúl, vagy sok más tájegységen, viszont abszolút hagyomány van ennek a pénz. Jó, mondjuk ez kreatív. Mondjuk nekem egy olyan megoldás is tetszene, hogy jönnek ugye a vendégek, jönnek a rokonok, jön mindenki, és akkor beledobálják egy nagy fazékba mindannyian a kocsi kulcsukat. És a végén húzhatnak egyet. Nem? Csukott szemmel. Ezt szívesen dob már föl valahol. Nekem ez hétvégén, jó, oké. A lánykikérés az még működik, tehát azt még neked kell csinálni? Persze, a lánykikérés, vőlegény búcsúztató, ugye a lánykikérés, menyasszony búcsúztató, ez abszolút működik.
Tehát úgy mondom, hogy abszolút működik, hogy sajnos azt kell, hogy mondjam, sajnos egy-két lakodalom azért már, tehát nem tudom, hogy a modernizációnak köszönhető, vagy a szokásváltozásnak, nem tudom, vagy azt látják már mások, hogy esetleg ez a része már kimarad egy lakodalom szervezéséből. Egy-két helyen azért sajnos azt mondom, hogy megkérnek, hogy vagy hát megkérik a szervezés során ugye az adott embert, hogy á, nem kell vőlegény búcsúztató, nem kell, menjesszön ki kérő, nem kell, menjesszön ki búcsúztató, nem kell. Hát és akkor mit csinálsz? Hát, hanem találkozunk a mennyasszonyos háznál. Segít a konyhán. Találkozunk a mennyasszonyos házán, és akkor hopp, két mondat, aztán elindultunk a polgármesteri hivatalba, vagy a templomba, ugye utána, és akkor megyünk a lakodalmi helyszínére. A lakodalmi forgatókönyv, az hál' Istennek azért abban nem nagyon szeretnek úgy belenyúlni, vagy így máshonnan ellesett dolgok miatt úgymond változtatni. Tehát az még úgy fix, de én sajnálom igazából azt a részét, ahol erre ugye nincs szükség, mert azt mondják, hogy hát az már nagyon unalmas, meg sírnak az emberek, meg nem kell. Én mindig azt mondtam, hogy egy lakodalom menetében borzasztó fontos az a rész, amikor tényleg egy ilyen meghitt pár óráról van szó, és az is nagyon fontos, amikor már a lakodalom helyszínén, amikor már bulizol, meg jól érzed magadat, nyilván a szövegektől kezdve minden ugye úgy állt össze már 100 évvel ezelőtt, vagy több 100 évvel ezelőtt, hogy ott nyilván nem poénkodunk, meg nem bohóckodunk, a lakodalom helyszínen pedig igazából erre fektetjük a hangsúlyt. Ha most én megkérnélek, hogy legyél az én vőfélyem, akkor kérjük már ki a békát, az én páromat. Hogy csináljuk? Mi a menete? Mi a duma? Mit mondasz? Hát most a nyilván a szülőkkel kell előtte ugye egyeztetni, és akkor... Semmi, hát... oda megyünk az anyósomhoz, úgy fogjuk kezdeni, Lajos, azt már mondom, mert a mama nagyon szépen iszik, hogy iszunk valamit, pálinkát. Hát most elmondjam csak nehogy azt mondta, hogy úgy lesz, mint ezek a nagyon vicces, vagy viccesnek szánt szituációkban, hogy kikérik a mennyasszonyt, és akkor kimegy helyette valaki más. Mert nehogy azt tanácsolt, hogy akkor legyen ott mondjuk a Zsűl mennyecske ruhába, és akkor menjen ki lefátyolozva, és akkor igen, megtapogatják, kimutatja a szőrös lábát, stb. Mert ez mindenki viccesnek tartja, csak azok nem, akik ott vannak. Nem, alaphelyzetben, hogyha oda megyünk, akkor nyilván megyek akkor a Ferivel, megyek a Násznagyával, és akkor az ajtóba, tehát ahol mondjuk a szülők várnak bennünket, és nyilván a mennyasszony jól nem, mindig azt mondom, jól nem látható helyen van, akkor azt szoktuk általában mondani, hogy tisztelt lányosház, minden jót kívánunk, mi mostan önöktől nagy adományt várunk. Nem is olyan messze, egy kapu tövében, ezt a búslegényt láttam én, kinek bánat a szemében. Ez én vagyok. Bánat a szemében, gyötrődés szívében, kétség és reménység változik lelkében. Ennek a legénynek azért van oly nagy bánata, mert felébred benne legfőbb kívánata. Viruló rozmarin gazdorom házánál, hét határban nem lehetett többet nálánál. Ha egy nyíló rozmaringot rája bízná, és kezével együtt a szívét is bírná el, és kimenne menten szívéből a bánat, és újongó örömre válna a búbánat. Ezért hát kelmeteket én mostan megkérem, hogy egy nyíló rozmaringot adják ide nékem. Tudom, fájdalommal adják ide a szülők, és szeretettel, és gonddal nevelték fel őt. A kedves édesanyja gondozta, Isten, szerette, szeretné, ha mindig mellette lehetne, ha rávigyázhatna minden lépésére, hogy keserűség, bánat, se veszély ne érje. Kedves édesanyja, kérem, ereszel nyugton, mert higgy el, párjánál is olyan helye lesz, mint itthon. De kérem, szép volt ez. Kísérje ki a mennyasszonyt. És ki kísérje. De Lajos, várjál, te figyelsz, most magadnak János kérted volt. Egyébként olyan volt, de ezt most magadnak kérted ki a békát, nem nekem. Azt mondtad, hogy adják ide nékem. Hát igen, már nekem kikísérik, mert én vagyok a te kapcsolattartó. Ja, te világos. Kikísérik, és akkor mikor kikísérik, akkor te állsz a mennyasszonyi csokorral a kezedben, ő kijön, és akkor mondom utána tovább, hogy mikor kikísérték, szépen megtapsoljuk, és akkor mondjuk tovább, hogy itt a szép mennyasszony. Jó van, Lajos. Persze, persze, meg tudod, hogy Túrkevén és környékén még él ez az első éjszaka joga, tehát azért kérim ki magát. Ez az életetre kikíséri, igen. Ez itt így. Tehát azt mondom, hogy nagy ez a divatja. Figyelj, csak egy ilyen nagyon rövid leves fölvezető, vagy pörkölt fölvezető rigmus van-e, amit a Janinak most megmutatnánk, hogyha mégis elvállalnák ezt a lagzit, akkor hogy vigye ki a húsleves? Itt a leves vájúhoz. Hát figyelj, inkább jönnek egy. Mert azt, hogy most elkezdem a húsleves mondani, az egyik leghosszabb verseny. Akkor Isten ments. Nem, tehát viszont zárásnak, ha egy rövidebb verziót majd átadom nekik küldeni, akkor nagyon szívesen elküldök, de viszont zárásként már nagyon-nagyon régóta megy ugye az a szokás, még mindig azt mondom, hogy egy ételfölvezető beköszöntő szövegnek mindig a vége a csattanó a lényege, tehát mondjuk egy birka pörgöltnél a birka farkáról szóló 3-4 sor, a húslevesnél meg mondjuk azt, hogy...
Igen, pajzánkodás, hogy én legalábbis itt úgy szoktam ezt csinálni, hogy elmondom a húslevesről szóló dolgot, és akkor a végén magát a tálat már úgy viszem ki, hogy benne kettő darab kanál van, ilyen V formában összeforgatva, és akkor igazából, mikor elmondtam ezt a hosszadalmasabb szöveget, akkor azzal zárom, hogy ahogy láthatják, illetve ez a két kanál, már birkát akartam mondani, ez a két kanál, ahogy láthatják, azért áll így a tálban, hogy majd a mennyasszony lába is így álljon az ágyba. Mert ha a mennyasszony lába nem úgy áll az ágyba, mint ez a két kanál most itt a leveses tálba, hát akkor bizony majd a vőlegény csapjon a derekára, vagy ahol kívánja, és meg fogja látni, hogy úgy fog állni a lába az ágyba, mint az a két kanál most itt a leveses tálba. A birkát az egy sokkal rövidebb, a birkánál mindig úgy készülünk, hogy a birkafarka, vagy mondjuk egy marhapörkennél a marhafarka, meg van hagyva, és akkor a pörkölbe bele van szépen állítva. Egy kis tejfölel ezzel azzal van, amikor megdíszítjük, csak még inkább a poén kedvéért, meg a szaftosság miatt. És akkor igazából ott is egy ilyen, nem mondom, hogy unalmas, de nyilván nem arra figyel fel szállítan az ember, hanem már figyeli, hogy ez a farok úgy áll a tálba, ahogy áll. És akkor azzal zárat, hogy ahogy láthatják, a mennyasszonynak már megfőtt a kós farka, így bizony nem mondhatja majd senki, hogy üresen maradt a marka. Ezért most megkérem a vőlegényt, hogy vegye ki a farkát, és kínálja meg vele, kedves mennyasszony. Ja. Na most már tetszik, na, ugye? Tetszik, látod, tetszik. Jani? És akkor van választási lehetőség, mert így erre is gondolnak az emberek arra is, és akkor nyilván nem megy el a dolog egy ilyen opció jellegbe. Aha, úgyhogy... csak kicsit. A Janinak, figyelj, a Janinak csillog a szeme, ez már nem rossz, nem rossz. Jó, mondjuk én az improvizáció híve vagyok, tehát végre biztos betennék egy olyat, hogy mit tudom én, és a végére itt van csattalónak, vagy a kerékbincset, most rakják fel arra a pezsgőszínű lanoszra, kint a fal. Nem tudom ki. Jaj, Lajos, két dolgot elértél, ha én házasodnék, akkor te leszel a vőfély, ez biztos, uh-huh. Ugye pénzt nem kérsz, már beljebb vagyunk, csak barátságból csinálod. Nem, persze, másból lett, hogy így van. Ez az egyik része, másik meg a Janinak a szemében látom a csillogást. Én, Zoliéknak ha turkevei lány lesz a következő feleségem, én megyek is. Örültem neki. Pici az esély nagyon. Már érdemes volna egyébként, tehát komolyra fordítva a szó, tehát ezt a hagyományt mindenféleképp tovább vinni, mert egyre jobban kihalóban van ez a klasszikus vőfékedés, tehát inkább átmetünk már ebbe a ceremóniamestere, meg ilyen spontán nyomok egy-két szöveget, és sok helyen tényleg örültem annak, hogyha mondjuk elmegy egy nagyobb település az ember, ahol ez annyira már nem jellemző, ez a fajta előadásmód azért úgy az emberek szemében tényleg látható volt csillogás, hogy ilyen is van, nem csak az, hogy valaki odáll, aztán ilyen latott dumákkal elnyomja az esélyt. Nem, ezt egyébként mindannyian osztjuk, hogy most tényleg a Mókartri félretéve a hagyományőrzés meg a hagyománytisztelet az így világít ebből a sztoriból, és nagyon jó, hogy te nem ez a megélhetés jövőfé kategória vagy. Meg ugye, aki ad magára egy kicsit, most nem azért, hogy most hanem az, hogy azért be is öltözöl, tehát azért népviseletben vagy bőrcsizmába, a mellénybe, tehát tényleg megadom. Majdnem, mint egy golymotoros. Így van. Nem ugyanaz, de... a hatás, tehát minél jobban fokozzuk azt az élményt, amit egy, tehát ilyenkor egy lakodalomban azért nyújtani kell. Lajos, köszönjük szépen, akkor jó hétvégét neked, munkával telít. Szevasz, szia, szép napot. Tóth Lajos turkevei böllér és vőfé segített rajtunk. Zoli, aki a levelet írtad, van remény, Balázs és János. Nem, nincs remény. Nincs remény, de nagyon szépen köszönjük, nagyon megtisztelő, és tényleg nagyon sok boldogságot kívánunk nektek. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival.